Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az első, kihívást teljesítettem is, mert működik a mikrofon, egy kicsit aggódtam. Ez az első újbudai közéleti klub, amit én azért szerveztem, és azért fogok a jövőben is szervezni, hogy beszélgessünk azokról a közéleti témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy az első ilyen esemény pont az oktatás témájában tudjuk megszervezni, ami egyrészt nagyon közel áll a szívemhez, másrészt pedig, hát ha ma van aktuális téma a magyar közéletben, akkor az oktatás ugye az biztosan az. Nagyon szépen megköszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást. Törlei Katának, a Kölcsey Ferenc Gimnázium néhai francia tanárát. Nem tudom, hányszor halljátok ezt a bemutatást, de igen, szóval, hogy szerintem jöjjön a taps. Kölcseiben érettségizett is, hogyha jól olvastam, és a Tanítanék Mozgalom képviselője, illetve alapítója. Aztán itt van velünk Paja Tamás, szintén a Kölcsey Ferenc Gimnázium. És 1993 óta tanítasz, hogyha jól tudom. Hanem összességében. Igen. Aztán itt van velünk Winnington Ingram Johanna, aki Újbudán él és pedagógus, méghozzá 1987 óta a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskolában énektanár és kórusvezető. És itt van velünk Szél Dávid, pszichológus, apuka, és az Apapara blog szerzője is, aki egyébként szintén újbudai, nagyon nagy szeretettel köszöntök. Egy pici felvezetővel kezdeném. Én azt látom, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész világban, és leginkább az egész fejlett világban rendkívüli időket élünk, és nagyon komoly kihívások előtt állunk. Ott van a Brexit, ott van Liz Truss, aki 45 nap után mondott le, ott vannak a Trump-féle populisták, akik néha megbuknak, de aztán azért újra feltűnnek más maskarában, más néven. Aztán, hogy nem menjünk nagyon messzire, ott van Ukrajna Putyin általi inváziója. Az elmúlt 12 évben Magyarországra úgy tekintettünk, mint egy olyan országra, ahol a demokratikus intézmények egyre inkább veszélyben voltak, a demokratikus értékek, az Európához való tartozás, de emellett egy másik nagyon súlyos problémával is egyre inkább szembesülünk, és ez pedig a közszolgáltatásoknak a helyzete, és ezen belül különösképpen az egészségügy és az oktatás helyzete az, amiért egyre inkább aggódunk, nem csak azért, mert a nemzetközi statisztikák horrorisztikus adatokat mutatnak, hanem azért is, mert már a mindennapjainkban tapasztaljuk azt, hogy nagyon nagy a baj. Amikor 2010 óta ugye rengeteg ellenállás volt, tüntetés hullám, mert mindig picit így beleláttuk azt, hogy na majd ez lesz az, ami így a rendszer picit gyengíti, rést talál rajta, stb. És én azt gondolom, hogy az oktatás az az ügy, ami teljesen függetlenül attól, hogy itt milyen rendszer van, és az mennyi ideig tart, az meghatározza Magyarország jövőjét 20-40-60 éves távlaton, tehát tök mindegy, hogy kiül a miniszterelnöki székben, tök mindegy, hogy minek hívjuk azt a rendszert, amiben éppen élünk. Ennek az oktatási rendszernek a problémáin javítanunk kell, tehát ez nem csak a mát, meg a holnapot, hanem tényleg távlatokban határozza meg Magyarország jövőjét, és ezért is tartottam nagyon fontosnak, hogy ezt a beszélgetéssorozatot ezzel a témával indítsunk. Na, és akkor most befejeztem a dumát, és egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, ami egészen személyes, mert szerintem szakpolitikai kérdésekről, hogyan reformálnánk meg az oktatást, mi a baj, mi lenne a megoldás, stb. Már nagyon sokat beszéltünk, de ti mindannyian valamilyen módon nagyon kötöttök az elmúlt hetek, hónapok, sőt évek oktatással kapcsolatos megmozdulásaihoz, ellenállásához, tüntetéseihez.
És azt szeretném kérdezni, hogy most így hogy vagyok. Tehát, hogy hetek óta tüntettek, tárgyaltok, nyilatkoztok közben, elbocsájtottak titeket részben, új munkát keresni, bíróságra járni, szóval, hogy ez egy baromi nehéz élethelyzet lehet, közben talán felemelő is, de inkább erről beszéljetek ti. És a mikrofonon elvileg meg kell nyomni, hogy volt ahhoz. Oké. Hogy vagyok? Nagyon-nagyon fáradt vagyok, ezért elnézést is kérek, mert tényleg nagyon sűrű ez a pár hét mögöttünk, meg már előtte is sűrűsödött, tehát ezt így lehet mondani, hogy gyakorlatilag januártól azért elég sok szervezni való és esemény volt az oktatásügyi tiltakozásokon és mozgalmakon belül, de hát mondjuk szeptembertől ez nagyon megerősödött, és sok teendő volt vele, és hát amióta elbocsájtottak, azóta meg tényleg, mintha így felrobbant volna körülöttünk a világ sok szempontból. Egyrészt nagyon sokan keresnek meg minket, hogy nyilatkozzunk, hogy beszélgetéseken vegyünk részt, hogy elmondjuk, hogy pontosan mi történt, vagy hogy és miért. És hát közben meg tényleg az is van, hogy hát elbocsájtottak. Még néha magamnak is kell ismételgetni, ilyen még velem nem fordult elő. Állást se kerestem még soha életemben, tehát most egy nagyon kezdő és amatőrnek érzem magam. És hát van ennek egy nagyon erőteljes érzelmi vonatkozása is, amivel szintén még nem volt időm nagyon sokat foglalkozni, csak érzem, hogy ebben a fáradtságban benne van ez a fájdalom is, tehát nagyon nehéz elszakadni egy olyan közösségtől, amiben 23 évet töltöttem. Ott vannak barátaim is, akik kifejezetten közeli barátaim, és hát a tanítványaimtól meg még nehezebb, mert valahogy a felnőttekkel az ember megtalálja azt, hogy fogja tartani a kapcsolatot, és nyilván diákokkal is lehet kapcsolatot tartani, de egyelőre azt érzem, és amikor bementem, azt hiszem egy idő utoljára az iskolába, azt érzem, hogy nem szabad őket terhelni azzal, hogy ott állandóan felkavarom őket. Egyébként csak egy utolsó mondat, hogy közben azért ne legyen minden ilyen negatív, szóval az iskolában van az első emeleten egy folyosó rész, ahova itt fölküldött egy diák, és az a folyosó rész tele van diákok leveleivel, amiket nekünk írtak, ötünknek. Szóval vannak nagyon, nagyon szép, megható dolgok. Köszönöm. Én egyre jobban vagyok, ugyanis hát én már elkezdtem hát az volt a jó, hogy amikor kirúgtak, hogy ennek gyors a hírömet, mert a 444 rögtön meg is írta, és akkor egy régi ismerősöm azonnal írt, hogy ő egy félállást tudna nekem adni egy internetes oldalon, ami az oktatáshoz kapcsolódik, és akkor úgy gondoltam, hogy majd a másik félállásban meg majd magántanítványokat fogadok. De hát aztán egy hét után rájöttem, hogy én nem tudok úgy létezni, hogy nem ehessek be gyerekek közé. Hogy nem ehessek be kollégák közé. Ez pedig a feleségem is tanáltad vele, azért tudnám beszélni, de azért csak nem olyan, mintha még ott rajta kívül van 50 ember. Szóval az, hogy de borzasztóan hiányoznak nyilván. Tehát végzős osztályon van, ugye ez az ötödik évem lett volna velük, már szalagavatóra készültünk, és most hirtelen vége lett mindennek. És ilyenkor persze mindig van bennem egy kis lelkiismeretfordulás, hogy most jobb lett volna, ha nem csinálok semmit, és akkor most semmi baj nincs, és ott vannak. De ők maguk erősítenek meg abban, hogy ők nagyon büszkék rá, hogy ők kimertem állni ezért, mert ezt ők fontosnak tartják. És aztán elég gyorsan találtam egy iskolát, ahol elkezdtem szerdán tanítani, és nagyon kollégák, nagyon kedvesek. Hát aztán ma volt a másik munkanapom, egy héten kétszer megyek, hát furcsa módon polgári engedetlenség volt.
De nem én szerveztem, esküszöm, mert oda mentem, egyből tolták elém a papírt. Valahogy sejtették, hogy csatlakozni fogok. És ami egyébként döbbenetes, hogy minden kollega benne volt, és minden szülő támogatott, és egyetlen egy gyerek se volt nagy iskolában. Úgyhogy elállom. Nem titok, hiszen a Facebook oldalon megjelent, hogy ez a Zuglóban található. Na, nem jut eszembe a nevem. Schneider Sándor általános iskola és gimnázium, bocsánat. Szóval nagyon jó volt, tehát a kollégák nagyon-nagyon kedvesek. És ami egyébként még az elmúlt, most már lassan 3 hét, igen, 3 hete volt, ugye? Igen, 3 hete történt a kirúgás, hogy tehát ami döbbenetes számomra, hogy emberek megállítanak az utcán, villamoson odajönnek, hát a tüntetéseken egy csomó jöttek oda szelfizni, tehát én ezt nem teljesen megmondom, hogy azért jó, nem vagyok egy Varga Irén, de azért nem vagyok egy Brad Pitt sem, úgyhogy de egy csomó jönnek, és ez jól esik meg a rengeteg Facebook, tehát amit például írtam azt a Facebook posztot, gondoltam, hogy vagy 100-an elolvassák, és akkor olyan 30 ezeren, és akkor mondta a fiam, hogy akkor most már legyek influencer, akár nem is lehetnék, de szóval ennyiből jó, de mindig ott van bennem, amikor reggel felkelek, és épp mondjuk nem megyek be, mert home office-ról vagyok a motivor.com-on, hogy hú, hát most ott lennék, és a kollégák ott vannak, és beszélgetnék velük is, ez milyen jó lenne. Tehát ez a kettőség bennem van, de most már én egyre inkább hátrébb vonulok, nem úgy, mint Kata, tehát én nem akarok zászlóvivő lenni, de azért még egy-két helyre elmegyek. Köszönöm. Ez már nem annyira választás kérdése. A zászlóvivő szerep már nem annyira választás kérdése. Igen, talán, de tehát én nem fogok biztos tüntetéseket szervezni, elhívnak, elmegyek. Johanna, én a Johannát nagyon régóta ismerem személyesen, és látom, hogy milyen sok energiát tesz abba, hogy itt teszel abba, hogy itt Dél-Budán mindenféle megmozdulás, a polgári engedetlenség kiállások legyenek. Te hogy éled meg az elmúlt heteket? Hát ellentétben velük, akiket kirúgtak, engem még nem rúgtak ki. És ez a dolog, ez állandóan bennünk vibrál az iskolába, hogy olyan elér-e minket, vagy nem. Mi tavasszal csináltunk polgári engedetlenséget, aztán utána a sztrájkba is részt vettünk, ezeket mind én szerveztem az iskolába, meg most is ősszel, még nem indult el semmi, és akkor szeptemberben gondoltam, hogy itt valamit, olyan dolgot kéne csinálni, hogy az összes iskolába egyszerre, egy időben csináljunk mondjuk egy első 3 órában polgári engedetlenséget, tehát minden tanár benne van, és egy ilyen nagy tömegben, akkor az egy nagyobb ütés. És akkor megpróbáltam összeszervezni a tanárokat, a 22, mert én 22-ben kerületben tanítok, de itt lakom a 11-ben. És megpróbáltam összeszervezni őket, hogy hát valamit csináljunk már közösen, akkor összejöttünk a budafoki piacra, hát 20-an jöttünk össze, összesen 5 iskolából, de hát inkább azért, mert nem voltak kontaktjaink. És akkor ott viszont nagyon felpörgött a dolog, és ott többen is már átvették a zászlót, és most már Facebook csoportot csináltak, és mindent is szervezkednek. Úgyhogy ilyen szempontból úgy beindult az egész, de azok, akik tanítanak az általános iskolában, az egy más, mint egy gimnázium, hogy nem tudom miért, de az általános iskolában, hogy jobban félnek a tanárok. Tehát, hogy bennük van az, hogy nem szeretnének máshova menni. És ez valahogy nekem bennem is egy kicsit furcsán bennem van, mert ugye 35 éve tanítok egy iskolába az akadémia után, rögtön ide jöttem, és természetesen ki kell állni és meg kell csinálni a dolgokat, de nem nagyon lenne kedvem átmenni mondjuk egy másik iskolába, kivéve persze a zuglói iskolába persze. De ott az ember felépített egy már azoknak a gyerekeit tanítom, akikkel elkezdtem. Tehát egyszerűen van, sőt, annakinek már unokája van ott. Tehát egyszerűen egy generációt építünk föl, és nagyon nehéz most azt úgy dönteni, hogy most hova állok. De most ennek ellenére összeszorított fogokkal és gyomor bölcsel, de meg kell csinálnunk. Én most éppen betegállományban voltam, úgyhogy nem tudtam, hogy most jövő héten is már sztrájk lesz megint, és tényleg kaptam egy üzenetet, hogy 4-ig be kell jelenteni. Úgyhogy mindegy őrült 4-5 perccel léptem az igazgatónak egy
e-mailt, hogy akkor még szájkolni fogunk. Erről a kollégák még nem tudnak, hogy gyorsan megírtam, hogy legalább hivatalos legyen. Szóval ez, egy kicsit ez van ott nálunk és bennem is, hogy kell csinálni, de rossz érzéssel. És a másik viszont, ami nagyon jó érzés, hogy most tényleg végignéztem tényleg direkt emiatt a beszélgetés miatt a Facebook oldalakat, és hát tényleg döbbenetes, hogy hány helyről jönnek most már ilyen óriási tömegekből kiállnak az emberek és a tanárok, és valahogy ezt kéne jobban terjeszteni mindenhol, hogy tényleg merjenek, mert hogyha ilyen mennyiségben állnak, akkor már sokkal nagyobb erő van mögöttünk. És nem csak a diákok hanem, és a tanárok, hanem a szülők is kiállnak most már a követelések mellett. Te hogy látod ezt, Dávid? Hogy kiállnak el szülők? Hogy éled meg ezt az egész hullámot most? Hát nagyon nem jól, nem jó érzés ezt látni, mert hogy azt gondolom, hogy talán nem meglepődik, tehát nem jó az, ami a közoktatásban zajlik, és akkor azt gondolom, hogy egy demokráciában el lehet mondani, hogy valami nem jó, meg el is kell mondani, és akkor az történt, hogy elmondták a tanárok, hogy valami nem jó, akkor nem történt semmi, akkor sztrájkoltak, akkor szigorítottak a sztrájk törvényen. Akkor azt mondták, hogy akkor ez sem fog működni, mert nincs értelme sztrájkolni, akkor legyen polgárengedetlenség, akkor kiutják őket, és akkor ez nem arányos, ugye ez van benne a szabályzatban, hogy azok, akik polgári engedetlenség eszközéhez folyamodnak, azok tudják, hogy szabálytalankodnak olyankor, de tisztában vannak azzal, hogy azért büntetés van kapni, a büntetésnek alájásra kellene minden büntető törvénykönyv elvileg így kéne, hogy működjön. Tehát az, hogyha én átmenek a piros lámpán kocsival, akkor engem nem tehetnek börtönbe, mert ez nem arányos. És ez az intézkedés ez azt mutatja, hogy itt nem következetesek ebben, és hogy innentől tényleg bármi történhet. Tehát ha én átmegyek a pirosom, vagy nem tudom, nem kötöm be magam, mert mindig lekötöm magam a vezetek, akkor elveszi a jogosítványomat, mehetek börtönbe, ha elszívtam egy füves cigit, tehát hogy innentől nem tudom, hol van megállás. És ez egyébként nagyon ijesztő dolog egyébként, sima, nem tudom, állampolgárként is, meg szülőként is elég ijesztő, mert én közben azt gondolom, hogy azt képviselem a gyerekeim felé, hogy a hülyeséget csináltak azért. Azt mondják el, és ha történik valami, nem hiszem, hogy a büntetésekben, de hogy valami fajta következmény azért néha van a dolgoknak, de hogy az mindig arányos legyen. És hogyha ha azt gondoljuk, hogy ezt azt, amit a kormány csinál, vagy azt, amit a rendszer képvisel, azt nekem csinálnom kell szülőként is, akkor ez nem nagyon nagy probléma lesz. Miközben azt is láttam, hogy azt, amit ők csinálnak, tehát nemzeti adatot, tehát ők csinálják a fizetéseknek az összegét, azt ők találják ki. A központosítás, azt ők találják ki, azt, hogy a kriétákat nem lehet, csak nem tudom, közbeszerzéssel belinni az iskolába, azt ők találják ki, ezeknek a következmények most már látjuk egy ideje, és ők viszont semmi nem állják a következményt. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy az ország kicsit, nem mondom, hogy a kormány a visszülőnk lenne, de mégis, hogyha azt mondom, hogy hogy ez egy aránypár, akkor az nagyon rossz üzenet, amit képviselnek. És te sokat szoktál arról írni, hogy ilyen nehezebb témákról hogyan lehet, meg hogyan érdemes gyerekekkel beszélni. Szerinted erről a témáról, ami most zajlik az oktatásban, hogyan érdemes mondjuk általános iskolásokkal beszélni? Szülőként vagy pedagógusként? Szülőként. Hogy könnyebb, mert az vagyok, de pedagógus meg nem. Hát én azt gondolom, hogy egyrészt szóval látják az élük, hogy mi történik, látják a karikákat a tanár egy szeme alatt, látják azt, hogy nem tudom, ötödikbe járnak, de még negyedikes könyvet kell nézni, mert nem értek a végére, mert nem lehet a végére érni. Látják azt, hogy ha rossz kedvű, akkor nem tudnak a tanárokhoz fordulni, mert nincs idejük. Nem tudják, hogy van iskolapszichológus jó eséllyel, csak nem tudom, negyedállásban van. Szóval hogy azért azt, hogy ők ott elmagányosodnak, azt és tantárgy alapúan kell jelen lenniük, azt ők szerintem érzékelik azt, hogy kimennek, nem szívesen mennek ki WC-re, meg koszos. Én mondjuk a közoktatásban töltött éveim alatt nem sokat voltam WC-n. Láthatatlan volt, hogy szóval ezt azért ők érzékelik a gyerekek. Tehát azt gondolom, hogy erről lehet, és fontos is velük beszélni. És hogy hogyan kell velük beszélni? Hát ma amennyire lehet őszintén, nyilván a gyerekeknek a értelmének érzelmi szintjét figyelembe véve, de azt mondom, erről kell tudniuk, amit nagyon fontos az, hogy a szülők ne próbálják a saját
Tehát egyrészt nem keresnek félelmet a gyerekekben, másrészt pedig a saját érzéseiket, ne a saját érzéseiket tolják a gyerekekre, hanem minél inkább a szólítsak, minél inkább legyen lehet tere halva a gyereknek, hogy elmondja, hogy ők ez az egész helyzetek kapcsolatban. Mert ugye van érezve. Ha beszélünk, hanem, de ez ott van az egyikben. Azt hogyan látjátok, hogy ugye most minden eddiginél többen álltak ki, tehát ezt természetesen tanultam, mert azért 2016-ban is nagyon sokan kiálltak, de hogy mi gondoltok arról, hogy mi fordította most át a közhangulatot annyira, hogy ilyen sokan, ilyen hosszan, ilyen rendszerességgel, nem csak az iskolák esetében, hanem most már óvodák esetében is, egyházi iskolák is ugye kiálltak a követelések mellett. Szóval, hogy látjátok ezt, hogy miközben látjuk ezt, hogy iszonyú szintől ezeket a... Nem akarom azt, hogy pedagógus társadalom, mert az egész oktatás által érintett társadalom nagyon széttöredezett, és éveken át kőkeményen kellett üzenetek azt, hogy összeálljon valami, most hirtelen így, mintha minden hatak így egyben folyt volna, és egy ilyen nagyon széles folyóvá vált volna ez az egész ellenállás. Hát valóban 2016-ban is csináltunk 50 ezres tüntetést. Az volt az első tanítanékos tüntetés egyébként. Viszont én azt gondolom, hogy nem a tüntetések jelzik egy mozgalomnak, vagy egy tiltakozás hullámnak a legfontosabb elemét és az erejét. Az nagyon fontos, hogy most október 5-én szintén egy ilyen hatalmas, szolidáris embertömeg jött össze, de ami sokkal fontosabb, az valóban az, amire utalsz, hogy már előtte is voltak mindenféle formájú és módszerű tiltakozások iskolában, vagy oktatási intézményben, inkább így mondom, mert itt óvodákról is, és szakképző is, intézményekről is mindenről szó van. Tehát, hogy intézményeken belül és kívül. Szerintem több dolog járult ahhoz hozzá, hogy ez most még mindig tovább megy, és reményeim szerint talán erősödik. Az egyik az, hogy egyre többen látják, hogy valóban nagyon súlyos krízishelyzet van az oktatásban, és hogy amiről beszélünk már évek óta, az ugye a rendszerből adódóan, tehát az, hogy ez egy ilyen nagy rendszer az oktatásügy, nagyon későn válik nyilvánvalóvá. Sajnos az is nagyon későn válik majd nyilvánvalóvá, ha egyszer csak minden jó lesz, és minden fantasztikus irányba fordul, és mi 800.000 forintot keresünk, de én 850-et akarok, és közben a tartalmi és strukturális elképzeléseink is megvalósulnak, és akkor ennek majd az eredményét látjuk, akkor, amikor én nyugdíjba vonulok, mondjuk 12 év múlva. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, de most már olyan régóta van ez a súlyos válság, és ugye a válság az úgy jelenik meg, hogy nincsen elég pedagógus a rendszerben, hogy ezt egyre többen érzik. Tehát egyre többeknek feltűnik az, hogy azért az talán nem normális, hogy a rajztanár tanítja a kémiát úgy, hogy felolvassa a könyvet. Ez az nem kémia óra. És sorolhatnánk ezeket a példákat. Tehát egyrészt ez. Másrészt tavasszal az, hogy a gimnazista diákok beleálltak a tiltakozásba, az szerintem fantasztikus erőt adott azoknak, akik már tiltakoznak egy jó ideje, azoknak, akik akkor kezdték el. És az, hogy a diákok nem hagyták abba, tehát folytatták most ősszel is, és szolidárisak voltak a tanáraikkal, az szerintem még több szülőt húzott be. Tehát én most azt érzem, hogy mondjuk 2016-hoz képest, amikor volt egy ilyen messiás várás, például a tanítanék megjelenésével kapcsolatban, ahhoz képest az a pozitív fejlemény, hogy ez a három szereplője az oktatási rendszernek, és akkor még hozzá kell vennünk nyilván azokat a dolgozókat, akik nem pedagógus státuszban dolgoznak, de nélkülük megáll a rendszer. Tehát, hogy a pedagógus, a szülő és a diák együtt van, és egymásra figyel, és nem feltétlenül, és minden esetben csak a régóta beidegződött ilyen befeszülések vannak, hogy ki kitől fél jobban. Tehát ez, és hát őszintén szólva komoly muníciót kaptunk a kormánytól, szóval nélkülük ez nem jött volna össze.
Tehát az, hogy elkezdtek fenyegetőzni, az egyrészt, amikor én megkaptam az első fenyegető levelet, akkor is az volt az első reakcióm, hogy végre. Tehát, hogy átütöttünk valamit, mert az volt a kormány stratégiája általában évek óta, hogy elhallgatja az egészet, nem reagál, esetleg egy kicsit ilyen lenéző, meg sértő dolgokat mond, stb. És akkor ezt már ott elértük, és hát amikor még minket kirúgtak, hát akkor a 8000 főre bejelentett tüntetésünk hirtelen 40000-essé vált. És látjuk, hogy folytatódik, látjuk, hogy a 15. kerületben leálltak az óvodák a mai napra, hogy máshol is vannak, hogy jövő hétre is pontosan tudjuk már, hogy szerveződnek, hogy Zalaegerszegben 3000-en voltak kint az utcán, hogy Pécsen, Szegeden és egyéb vidéki helyeken is megmoccantak az emberek, és ez csak így jöhet létre, hogy pedagógus, tanár, pedagógus, diák, szülő együtt. Igen, itt Újbudán is kiálltak egyébként óvodapedagógusok is ezen a héten, mert ugye nagyon fontos fejlemény volt ez, amikor az egyházi iskolák részéről a Szent Imre gimnázium pedagógusok kiálltak. Szerintem az, amikor megérkezett az a hír, hogy fenyegető levelek jönnek, illetve az, hogy titeket kihagynak, az volt az a pillanat, amikor hirtelen mindenki azonosulni tudott ezzel az egész történettel. Tehát azzal azonosulni, hogy nem tudom, nagyon központosított a NAT, az, vagy nagyon szigorúak a keretek, vagy iszonyú nehéz krétát igényelni, az kicsit nehezebb, de amikor, tehát hogy mindenkinek volt pedagógusa, akit szeretett, és abban belegondolni, hogy azért, mert kiállt a véleményét, azért most utcára teszi a kormány, az egy olyan ilyen olajöntés volt a tűzre, aminél jobban tényleg egy színházi rendező se találhatott volna ki. És nyilván ezt most idézőjelben mondom, mert borzalmas, hogy ideig jutottunk. Igen, én is azt gondolom, hogy szerintem a kirúgásuk volt az a pont, amivel átlépték a Rubikont. Tudok ilyeneket is mondani, pedig kémia tanár vagyok. Akár. És meg hát a gyerekek látják, tehát megy a kormányzati kommunikáció, hogy minden rendben van. Pont én emlékszem, a kirúgási napján jelent meg a Telexen egy cikk, ebben azt kérdezték szülőktől, hogy mit vár el tőlük az iskola, WC papír, festés, stb. És pont aznap a belsőpesti tankerület, most már azóta közismert vezetője, nyilatkozott, hogy őnáluk semmi probléma nincsen, a mi tankerületükben nincsen ilyen probléma. Hát a gyerekek látják, hogy hol potyog a vakolat, meg eldugul a WC, és akkor egy hétig nem lehet használni. Tehát volt olyan férfi tanári WC volt eldugulva egy hétig, és akkor mindig megkérdem egy kolléganőt, hogy kísérjem már el a mostóba, és őrködjön az ajtóba. Szóval megalázó dolgok ezek, és tehát a gyerekek, hát az én osztályomban mindenki nagykorú. Hát ötödik éve vannak ott, tehát mind 18 évesek, és engem mélységesen felháborít, amikor azzal jönnek, hogy mi biztatjuk a gyerekeket, hogy menjenek. Én sosem biztattam senkit, hogy menjenek. De hát értelmes emberek látják, hogy mi van, látják, hogy mi van az iskolában. És amikor az egyik tüntetésen odajött hozzám egy szülő, és azt mondta, hogy neki 8 éves gyerek, és kérdezte, hogy mi ez a sok ember, miért van itt, és mondja, hogy hát azért, mert kirúgtak 5 tanárt. És akkor elgondolok, és azt mondja, hogy de hát én azt hallottam, hogy tanárhiány van. Szóval egy 8 éves gyerek felfogja, és abszolút el tudnám fogadni, hogy az ilyen renitenséget, mint én, kirúgjanak, hogyha ott várakoznának a matek-kémia szakos tanárok az iskola előtt, és szeretnének az én helyemre jönni, de úgy tudom, még nem jönnek között egyik se, de lehet, hogy majd hamarosan megindulnak. Úgyhogy, és a másik, igen, az én félelmem is az volt, hogy majd jó, egy hétig beszélnek el, aztán elfelejtik, de hát szerencsére most úgy tűnik, hogy nem. Tehát az, hogy mennek a tankerületekhez a szülők, hogy tüntetés van, hogy élő láncok vannak, ez azért biztató, és tényleg most már 3 hete tart, és még korán sincs vége, lesz vasárnap, meg én jövő szerdán is lesz a hősök terén, és még... Tegnap Szegeden tüntettek? Igen. Ja nem, jövő csütörtökön, bocsánat, 27-én is a hősök terén, úgyhogy... Bízom benne, hogy nem fullad ki, de most megint ugye az van, hogy nem reagál, miért nem jön a kormány, jó, beígérik a
777.463 forintot, de hát, hogy mi ennek az alapja, de hát természetesen ez csak akkor, hogyha a bal oldal ezt nem akadályozza meg Brüsszelben. És Soros György. Igen, de én mostanában nem hallok róla. Most. Úgyhogy, hát én ezt gondolom erről. Az az érdekes, hogy amikor első tüntetés, vagy első sztrájk volt, akkor az iskolákból egyedül sztrájkoltam. Akkor még más volt az igazgató, és mondta, hogy én most sztrájkolni fogok. És akkor mondta, hogy rendben van, úgyhogy bementem a gyerekek, de nem volt, nagyon kevesen vagyunk, ugye éppen annyira vagyunk, hogy a gyerekekkel együtt legyünk. És akkor bemondtam, hogy de nem akarom a többi tanár kollégámmal kiszúrni, én bemegyek a gyerekekkel, és mondjuk berak neki egy filmet, és nézik a filmet. Én meg elkezdtem rendezni a kottatárat, meg a szertárat, amit már nem tudom, mióta nem tudtam, egész délelőtt azt csináltam. Úgyhogy mondta az igazgató, hogy látszik, te többet dolgozol, mikor sztrájkolsz, mikor iskolában vagy tanítani kell. És amit akkor nem éreztem, amit most ti is mondtatok, ami most nekem tényleg nagyon kézzelfogható, hogy a szülők mennyire mellettünk állnak. Tehát most, mikor az első ilyen sztrájk volt, akkor elkezdtem, azt is elvileg megtiltották, hogy nem szólhatunk a szülőknek. Hát én szóltam a szülőknek, és akkor azt is mondtam, hogy mindenhol terjesszék, és tényleg hozzánk is összejött egy csomó szülő. És hirtelen olyan mennyiségbe kezdtek jönni, és jöttek az e-mailek és az SMS-ek, hogy és akkor megyünk ide is, és akkor megyünk délután majd a tüntetésre is, hogy ez eddig nem volt. A gyerekek se láttak ebből ilyen sor eddig, általános iskola túl sokat, és most már ők is. Tehát most már ők is azzal vannak, hogy kérdezik, hogy mi van, meg jönnek oda, hogy mi is voltunk ám ott a tüntetésen. Tehát valahogy kicsit azt lehet most érezni, hogy még egy ilyen picike kis helyen is, hogy ízzik a levegő, és hogy úgy várják, hogy mi lesz, és úgy fokozódik, és ez azért tud erőt adni. Én mellesnek mondom, hogy én meg fizikát tanítottam 2,5 hónapig, 2 éven ezelőtt, mint zenetanár, mert akkor éppen az nem volt, és akkor mondtam, hogy én abból érettségiztem, és én imádtam a fizikát. Az aztán persze alaposan neki kellett állnom, hogy egy kicsit tudjuk. Kicsoda? A hangtan. Ja, igen. Nem akarom húzni az időt, de rögtön azzal kezdtem, hogy egy ilyen hőmérős kísérletet kellett rá csinálnom az órán helyén, pont az volt a téma. És hát gondoltam, van nekem otthon hőmérő, megcsinálom, csak hát arra nem gondoltam, hogy amivel kísérleteznek, azokat nem kell lerázni, hanem úgy menek fel és alá, hogy kell. Hát persze nem működtek a hőmérők, és akkor mondtam a gyerekeknek, na és mi lett volna, ha csak most ez működik? Úgyhogy aztán működött a dolog, de ilyen is volt. Nálatok van a szülőkkel párbeszéd, így a tüntetések, kiállások kapcsán, illetve érzékelsz ebben valami változást? Tehát, hogy most a szülők jobban, harsányabban, karakánabban kiállnak a tanárok követelései mellett, meg a tanárok mellett? Az én gyerekeimnél, vagy általában a szülőknél? Is. Amelyik jobban inspirál. Jó, szóval, hogy nekem két gyerekem van, igen, az... Mostantól odafigyelni, hogy nagyon specifikus kérdéseket tegyek föl nekem mostantól, mert mindig. Nem, nem azért, hogy az nekik általában szülők. Bocsánat, nem én. De szerintem ők is érzik, tehát ők is most már jobban jelen van, meg a feleségemben van egy ilyen élőlánc szervező csoportban. Úgyhogy ott azt látja, hogy nagyon, nagyon sokan, sokkal aktívabbak, mint korábban. Szerintem az osztályközösség függő is, ahol jobb az osztályközösség, meg a szülők, nem csak a gyerekek között, hanem a szülők között is van valami fajta párbeszéd, ott szerintem ott akkor erről őszintében lehet kommunikálni. Én azt gondolom, hogy még mindig van, ahol így tartanak attól a szülők, hogy ott, ahol nincsen ilyesmiről téma a szülők között, ott lehet, hogy tartanak attól, hogy a többiek mit gondolnak, és hihetik azt, hogy ők kisebbségi véleményben vannak a többiekkel szemben, és akkor inkább nem szólnak meg, ezt tudják, hogy hallgatás spirálja, és akkor szépen mennek le és elhalkulnak, és akkor ezt aki viszont meg mert szólni, ez meg azt hiszi, hogy többségben van, ott lehet, hogy ő van valójában kisebbségben. És ezért aztán sokszor a többségi vélemény az elhalkul, vagy nem jön elő. Akkor, ha mégis egy szülő meg mert szólni, akkor lehet, hogy kiderül, hogy nincs egyedül. A két gyerekem közül az egyik, egyik gyerekemnek az osztályban nagy szervezkedés, a másik nem kevésbé, hogy ilyen specifikus is legyek, meg általános is legyek.
Van egy kérdésem a bérek kapcsán, mert hogy most végignéztem egy csomó ilyen videós összeállítást a tüntetésekről, ahogy nagyon sok pedagógus szólaltatnak meg, és mindig, amikor a bérek kérdése szóba jön, akkor szinte ilyen elnézést kérően nyilatkozik sok tanár, hogy jó, de hát ez nem csak anyagi kérdés, meg van ezzel másik követelésünk is, mert nyilvánvalóan ez a hivatásunk, és alapvetően nem azért csináljuk, hogy nem tudom, amikkal pulykázhassunk, csak hogy legyen egy normális megélhetésünk. És szerintetek miért nem lehet ezzel kapcsolatban őszintében kommunikálni? Igen, úgy nem lehet a jövő generációról nap mint nap gondoskodni, hogy közben az embernek olyan problémái vannak, hogyha van egy nagyobb egészségügyi kiadás, van egy nagyobb, nem tudom, egy váratlan kiadás, akkor azon kell gondolkodni, hogy nem jön ki a hónap végén a pénzéből. Sőt, igazából sokszor az alapvető kiadásokra sincsen pénz, hogyha az ember mellett nincs egy támogató közeg. Szerintem szeretnénk megfelelni Kövér Lászlónak, de egyébként én tényleg azt gondolom, hogy azért is fontos a többi követelést is hangsúlyozni. Egyrészt, mert azért voltunk polgári engedetlenek, hogy a sztrájkjogunkat visszakapjuk. Tehát ennek ez volt a fő célja, nem más. Az, hogy mellé tettük egyébként a szakszervezeti jellegű klasszikus követeléseket, az csak szeptember óta van. Az összes polgári engedetlenségi alkalom, ami tavasszal volt, annak a célkitűzése az a sztrájkjog visszaszerzése. Ez nagyon fontos, mert különben nem értelmezhető a polgári engedetlenség. Tehát az nem egy bérkérdésért csinálja az ember, hanem valami alapjogért, valami morálisan fontos dologért. És hát egyébként azt is én nagyon sértőnek tartom, hogy az egyetlen visszajelzés a kormány részéről a 777 ezer forint, majd 25-ben ha, ez nagyon tudatosan és gonosz módon redukálja a tiltakozó mozgalmaknak a követeléseit erre az egy szimpla bérrendezési ügyre. Ennél sokkal többről van szó, és ezt az elejétől fogva hangsúlyoztuk, és hogyha végignézzük a különféle iskoláknak, a tiltakozó tanárainak a nyilatkozatait, akkor nagyon szépen megjelenik, hogy ott van a két nulladik követelés, sztrájkjog, bérrendezés, és utána egyre több helyen megfogalmazzák saját szavaikkal, hogy egyébként mit kell még, mit muszáj, mit elkerülhetetlen megjavítani az oktatási rendszerben. És azt is hozzá kell tegyem, hogy egy pár évvel ezelőtt valóban nagyon sokan nagyon szemérmesen nyilatkoztak az ő bérhelyzetükről. Most már azért sokkal kevésbé, tehát egyszerűen megtörtént ebben is egy ilyen gátszakadás, vagy egy ilyen felszabadulás, mert annyira felháborító, hogy mennyit keresnek, főleg a kezdő tanárok pont 10-12-14 éven keresztül. De megmondom, én is felháborítónak tartom azt, hogy 53 évesen a pályán csúcsán mennyit keresek. Felháborító, kikérem magamnak. Én nem vagyok annyira személyes. Szerintem, tehát ott van a probléma, igen, nagyon sok mindenem kellene változtatni az oktatásban, de hát az tanárok kellenek. Tehát hiába akarunk itt, hogy ez legyen, meg az legyen, ha nincs, aki megcsinál, mert nincs tanár. Tehát nálunk a nyáron kettő fiatal kolléga felmondott, mert azt mondta, hogy ez így nem élet, hogy keres nettó 200-at. Most a harmadik csak azért nem, mert gyereke lesz, ő még kitart egy kicsit. És többenet. És én ugye emlékszem, amikor még a kirúgásunk estén a Partizánban voltunk, és Gulyás Márton megkérdezte a fizetésemet, én meg elárultam. Én nem titkolom egyébként, mert nyilvános ott a bértábla. Na hát azóta is kapom az ívet, hogy én milyen jól keresek, mit sírok, mert elmertem mondani, hogy nettó 400-at keresek, úgyhogy 30 éve tanítok, szakvizsgámban, nem tudom, már egy portfóliót írtam, osztályfőnek vagyok, munkaközösségvezető vagyok, és ez borzasztó sok, ez a nettó 400. Én ezt mondom, hogy ebből, tehát nekem nem ezzel van a bajom, hiszen nekem már gyerekeim nagyok, szerencsére egyik se tanár, úgyhogy ők keresnek normális pénzt, és akkor kapom én ezt, hogy én pontosan azért, nem azért álltam ki, mert én ilyen halok, én meg tudok élni, de az, hogy nem lesz utánpótlás, az óriási tragédia.
Tehát ez a nagy baj, és tényleg most szégyellnem kell, hogy 30 év után nettó 4-szer 5 keresek. Hát hol van ez a versenyszférába? Hát kiröhögnek ezzel. Tehát jó, a tanáriban én vagyok a csúcs, majdnem. Voltam, igen. De hát most mondjam azt, hogy milyen, mit látunk a buszok hátulján, hogy milyen nettó bérek vannak egy buszsofőrnek. Ami persze tudom, óriási felelősség. Én nem vitatom, hogy ők megérdemlik. Persze, hogy megérdemlik. De talán a tanárok is lehet, hogy megérdemelnék. Amikor elkezdtem tanítani, akkor is nagyon kevés volt a fizetés, 35 éve ezelőtt. És mindig azt gondoltam, hogy nem, most nem baj, de majd növelgetek meg, majd lesz több év a hátam mögött, és akkor majd egyszer csak majd nekem is lesz egy rendes fizetés, amiből meg tudok élni. Persze csak ott vettem magam észre, hogy nem sokára nyugdíjba megyek, és rendes fizetésem lesz, nincsen. Én nem mondom meg az egészet, mert nem erről szól a dolog, nekem még kevesebb. 35 év után mindent ilyet, de én nekem is két egyetemi diplomámmal tanítom ezt a szakokat. És amiért nem a szégyenlőségre gondoltam, hogy kérdeztél, az az elkeserítő ebben, hogy nálunk a mi iskolánkban most ebben a utóbbi két évben nagyon sok fiatal jött. Tehát hirtelen megfiatalodott a tanári kar, a tanítói részében, meg a felsőbb részében is, a felső tagozatban is, és ezekből a fiatalokból most már legalább 3 elment. És megmondták, hogy egyszerűen nem tudnak megélni. Tehát tényleg ez a helyzet, hogy ha valaki nem tud megélni, akkor nem tud mit csinálni ezzel a dologgal. Tehát valamit kerestek már mellékállásokat. Van egy nagyon jó testnevelésű tanárunk, fiatal srác. Már ő mondta, hogy most már el fog menni, mert nem él meg. Aztán hála az égnek nem ment még el. De valóban ez a dolog, az ember nem szívesen beszél arról, hogy most pénzért csinál bármit. Tehát most kiállunk az utcára a dolgok, hogy most a pedagógia vagy a oktatással mit reformáljunk meg, de valóban ez van, hogy nagyon sokakat ez visszatart. És egyre inkább azt is érezzük ezek mellett, ami miatt még úgymond szégyellősek vagyunk, hogy a saját bőrünkön érezzük ezeket a borzasztó dolgokat, hogy olyan tankönyvekből kell tanítani, amit nem választhatunk meg. Nálunk a fémásolla állandóan megy, irtózatos mennyiségben a tanárok mindent fémásolnak ahhoz, hogy tudjanak tanítani. Nem lehet tanítani azokból a tankönyvekből. Úgyhogy én például azt áthidaltam, hogy beszkeneltem az egész tankönyvet, és kivételtem az okostáblára, és úgy tanítok. De ezt nem mindenki tudja megcsinálni. Tehát ezek a dolgok még jobban nyomasztanak minket, és azok a dolgok, amiket a klik kíván tőlünk, hogy olyan állandóan, szinte minden héten jön valamire, amiről be kell számolnunk, valamit nem lehet. Tehát ezek a dolgok egyszerűen felülmúlják azt a dolgot, hogy most nincsen elég pénzünk. Talán ezért is van az, hogy nem beszélünk erről ennyit. Azt akartam csak mondani, hogy ha egy rendszer, ha nem is arra épül, de elég hangos a rendszerben az, hogy a pedagógusok nem különösebben értékes tagja a társadalomnak, akkor a pedagógusok miért tartsák magukat különösen értékesnek? És szerintem ez nagyon benne van abban, hogy egyáltalán lehet-e az egy ilyen, nem tudom, céljuk, hogy magasabb fizetés legyen, ezt lehet-e artikulálni, hiszen ők, szóval ez azért működik, hogy az ember a velük személyi sztereotípiákat egy ponton magukra is értelmezni gondolják, még akkor is, hogyha az nem igaz. És tudják ők is, hogy dolgoznak ők nyáron, meg dolgoznak ők kettő után is. Ettől még ez beér, ez a szocializáció. És nekem csak eszembe jött egyszer, aztán 2001-ben volt, ez nagyon megmaradt benne, hogy vonattal mentem Hidas-Németi, de az Észak-Kelet-Magyarország. És akkor jött az ellenőr, és akkor ott, de nem volt sok utas, úgyhogy beszélgetett az egyik utassal. És akkor ő mondta, hogy neki négy diplomája van, mondta az utas, és hogy most azon gondolkodik, hogy menjen el ellenőrnek, mert az többet keres, mint ő. És ezek végtelen szomorak, nem mintha ellenőrnek lenni, az ne lenne egy fontos munka, csak ezért talán négy diploma is megbecsülendő lenne. Szóval, hogy az nagyon fontosnak, szóval szerintem borzasztó, hogy egy tanár nem tud megélni, és nekem teljesen mindegy, hogy ezt 440 ezerből nem tudja megtenni, vagy 770 ezerből, mert ez úgyis mindig azon múlik, hogy állam éppen hol inflálódik el.
De az, hogy becsüljük meg, nem csak mi becsüljük meg a tanárokat, hanem a tanárok a saját magukat, az, ami iszonyú fontos, amit a Kata is mondott, azt hiszem, nagyon nem hangsúlyozunk eleget, hogyha beviszünk egy változást a rendszerbe, akkor az hosszú-hosszú idő fog. Nem mire megtérül, mire kiderül, hogy ez egy jó változtatás volt-e. Tehát, hogyha megváltoztatjuk a pedagógus képzést, akkor az, akkor van egyszer az 5 éves pedagógus képzés, akkor azok a tanárok kikerülnek onnan, és akkor azok a gyerekek, akiket ők elkezdenek tanítani, azok végeznek abban az iskolában, tehát hogy minimum 12 év, de annál talán még több. És ezt még senki soha nem vette a bátorságot, erre tök minden még kormányról beszélünk, hogy ezt a változást ezt kiválják, vagy egyáltalán értsék ezt, hogy ez idő, hogy ezt elültetik, és aztán az mi kell ki belőle. A többi problémára, amiről mindig úgy beszélünk, hogy oké, vannak a bérek, ami egy nulladik lépés, de hogy ezer dolog van, amit az oktatásban meg kéne reformálni, újra kéne gombolni. Tamás, te az egyik ilyen YouTube-os interjúban azt mondtad, hogy te egy ponton leszámoltál a dolgozat és felelés mániáddal. És erről az jutott eszembe, hogy ez az egész ilyen korszerű szemlélet, amiről sokat beszélünk, hogy ne csak lexikális tudást próbáljunk a gyerekekbe beletölteni, mert hogy mások az adottságok, ott van az internet, minden információt elérünk cserébe, az együttműködés, az, hogy képesek legyünk munkát elvégezni, egyről a kettőre jutni, mindezt közösségben, csapatban, stb. Tehát ti ezt elég régóta tanítotok mind a hárman, hogy ezt egyénileg hogyan tudtátok elsajátítani ezeket a vagy ezen a változáson hogyan mentetek keresztül, úgyhogy közben olyan nagyon sok központi támogatása, gondolom nem volt adott számotokra. Hát az biztos, mert ugye van kötelezően előírt, hogy hívják, ez a 120 órás továbbképzés, amit természetesen saját csapból kell finanszírozni. Hát én egy ilyenen részt vettem, és akkor ott ismerkedtem meg a gamifikációval, és akkor rájöttem, hogy ez nagyon jó, most nem akarok... Elmagyarázz egy picit, hogy ez micsoda? Elmondjam? Jó. Egyszer nem mindenki tudja. Jó. A gamifikációnak az a lényege, mondjuk visszamegyek az 5 évvel ezelőtti énemhez, az az volt, bementem kémiaórára, felszólítottam a gyereket, gyerek ki, nem tudtad, bocs, egyes, hiába sírsz, úgyis beírom az egyest. És most ő ír neked támogató levelet, ugye? Igen, olyan is volt, igen, akit... Tehát pont, hogy az előző iskolából eljöttem, megbuktattam, már nem én pótvizsgáztattam, és a pótvizsga után írt nekem, hogy sikerült, és most megírt, hogy mennyire sajnálja. Na és a lényeg, hogy a gamifikációban ugye nem osztályzatokat adunk egy darabig, hanem pontozunk. Tehát, hogyha a gyerek nem tud semmit mondjuk felvésnet, akkor 0 pontot kap, de nem kap egyest. De hogyha pontot kap, akkor gyűjtögeti meg, hogy egy hónap alatt ennyi pontot összeszedsz, akkor 5-ös lesz, 4-es, stb. Is. Ez a gamifikáció lényeg. Ugyanez a dolgodat. Ott sincs jegy, pontot gyűjtsél, nem tudtad, nem baj, akkor csinálj valamit. És ugye azért irtóztam ettől, mert azt gondoltam, hogy hát a témozáról dolgozó az mindenek felett. Csak ugye pont, most reklámozom azt, éppen a mielőtt ide jöttem, még egy blogbejegyzést megírtam az új munkahelyemben, mert ilyet is csinálok. És ami a döbbenet, csak úgy elmondom, hogy tegnap írtam egy e-mailt, és az volt az aláírás, hogy Paja Tamás szakmai előadó és sales manager. Úgyhogy büszke vagyok, hogy ilyeneket is írok már. Szóval a lényeg, hogy azt gondoltam, hogy a témazáró az úgy, de jó. És ugye voltak ilyen kutatások, én nem csináltam meg. Valaki azt mondta, hogy próbáljam ki, hogy megírtok egy témazárót, javítom, mondjuk költségben azért jól sikerültek, és akkor utána írassam meg azt 3 hét múlva egy bejelentés nélkül, hogy vajon mennyire fog változni az eredmény, hát nyilván sokkal rosszabb lenne, és akkor azt mondom, hogy hát akkor mennyivel reálisabb az, hogy én egy témozáról, hogy gyerek, ilyenek van, tehát most gyűjtöttünk, és akkor bevezettem ezt a rendszert, és ahhoz például gyűjtöttünk véleményeket, és ilyet írt egy gyerek, ez szó szerint nem nekem, hanem a feleségemnek, hogy mert ha például a témazáró előtti nap elpusztul a hörcsögön, akkor nagyon rosszul vagyok, és nem tudok felkészülni, és akkor rosszul sikerül, és akkor el van vágva az egész. Tehát én, mint matematika tanár, tudom, hogy ha 2 5-ös után valaki kap egy 1-est, az már 3,6-re fog állni, 67 cent, bocsánat.
És akkor utána még szerezni kell 5 darab ötöst, hogy ki tudja javítani. És ebben a rendszerben ezt meg lehet úszni, és a gyerekek ezt értékelik. És pont ez a lényeg ennek a rendszernek, hogy lehet hibázni. Tehát mi is hibázunk. Tehát a gyerek egyet hibázik, kap egy egyest, vége. Itt meg benne van az, hogy hibázol, nem baj, csinálj mást. És nem hiszem, hogy kevesebbet tudnál a kémiából. És a víz kíván, amikor azt hallom, hogy minek kell a kovalens kötést tanulni, mert most se használtuk, hát borzasztó, és én igyekszem úgy tanítani, hogy megértsék, hogy ez most nem a kovalens kötésről szól, az egy kis adalék, hogy azt is tudni kell, hanem, hát bocsánatot kérek itt a kollégáktól, de én az első órán egyből bebizonyítom, hogy a kémia a legfontosabb tantár. Hogy a kémia? Igen, de én ugye azt szoktam mondani, hogy és akkor nem más ellen beszélik, hogy a matek szakos, hogy mondtam, hogy abban még senki nem halt meg, hogy nem tudta a hatványzás azonosságait, de abban már igen, hogy nem tudta, hogy nem megyünk le a pincébe, amikor jeljed a must, és ezt pedig kémia órán biztos mondta a tanár, és akkor azt lehetett volna figyelni. És sajnos mindig meghalnak ebben emberek, és ez a döbbenetes, és még hány ilyen van, és még sorolhatnám. És ez csak egy ilyen a sok közül, hogy miért kell kémiát tanulni. Úgyhogy én itt tartok most, lehet, hogy megöregedtem már, és így bajszívűbb lettem, de azt mondom, hogy működik ez a dolog. És annak ellenére, hogy ha már itt körülnézek, itt ül a teremben egy olyan tanítványom, aki meg ugyanebben a rendszerben OKTV országos döntőbe jutott, meg Irinyi kémia versenyt nyert, és nem nyert, bocsánat, de középiskolai kémilapok pontverseny nyert, tehát minden megtett, mert hát ő hozzátett még egy kis pluszt. Tehát benne van ez is. Csak a közlék egy nagyon rövid hozatéréssel. Én is megpróbálom elhitetni a tanítványaimból, hogy a zenénél és a művészeteknél nincsen fontosabb, mert a kémia is nagyon fontos. De ha valaki a művészetekben magasabb szinten van, ezt Kodály Zoltán is megmondta, hogy a zenét tanuló gyerekeknek az összes többi tantársokkal jobban megy, mert valamilyen olyan pluszt ad nekik, amivel ezt ők jobban meg tudják oldani. Most itt nyilvánosan megvallom, hogy én körülbelül 15 éven már nem osztályozok egyáltalán. Mert én nagyon ellentétben vagyok, az egyik az, hogy mindenki ötös kap, illetve évvégén, hogyha valaki kiemelkedik, akkor dicséretes ötös kap. És hát sokszor megtámadtak engem ebben, hogy hát akkor mégiscsak a gyerekek akkor nem érzik a különbséget. Nagyon is érzik, teljesen rászoktak arra, hogy nem a jegyért tanulnak. Jó, én ezt tudom, hogy a zene az más. Tehát nem egy matematika, nem egy kémia, nem tudom mit csinálni akkor, hogyha azt csinálnám. De ez nekem teljes egészében bejött, hogy a gyerekeket addig kell arra tanítani azt a részét, amit nem tudnak, amit egyszer csak nem tudják. Akkor többet ismételjük, akkor egy kicsit jobban segítek. És ezek közül a gyerekek közül sokan zenésznek mennek, tehát nem arról van szó, hogy most a Twitter élvezik az énekelgetést, mert ez egy művészeti iskola kiemelt énektanítással. És hát mondom, a Vekerdi Tamás nevét mindenki ismeri, akit én személyesen is ismertem egészen a haláláig, és vele beszélgettem erről a dologról, hogy hát én neki is megvallottam ezt a bűnömet, hogy nem osztályozok. És ő ezt nagyon helyeselte, hogy a gyerekek, főleg a művészeteknél, ne azt érezzék, hogy ők bármit jegyért csinálnak. Tehát, hogy nekik az meg kell, hogy őket fogja az, hogy a zene az mit művel el velük, és valóban megfogja őket. Kicsit szégyellem magam, mert én sose tudtam bizonyítani, hogy a francia legfontosabb. Nem is nagyon próbálkoztam bele. Ettől még lett, vagy van olyan, akinek fontos lett. És én ráadásul osztályozok is, bár nem mindig, meg kicsit hágyaveti módon. És azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy pontosan tudják a gyerekek, hogy az, hogy én nekem milyen viszonyom van velük, meg hogy esetleg éppen milyen jegyük van, annak a kettőnek semmi köze egymáshoz. És egy idő után el tudják ezt ők is engedni. De csinálok én is kísérleteket, például tanítok egy olyan tantárgyat, hogy francia civilizáció, ahol nagyon kis óraszámban dolgozunk 4 éven keresztül, és főleg az első 2 évben
heti egy órában. Tehát tényleg viszonylag ritkásan, és ott még a nyelvi tudása sincs olyan szinten a gyerekeknek, hogy olyan nagyon-nagyon komoly és nagyon bonyolult témákba elmélyüljünk, mint amit például érettségi előtt egyébként csinálunk. És ott a tavalyi évben elkezdtem egy csoporttal, nem két csoporttal úgy dolgozni, hogy egyáltalán nem volt se felelés, se dolgozat, hanem csak egyéni páros vagy kis csoportos projektek voltak, és hihetetlen dolgokat csináltak egyébként, tehát hogy abban volt művészeti projekt, meg kis kutatás, mindenféle kiállítást csináltunk. És hát nyilván az volt a lényeg, hogy élvezték, részt vettek, tehát milyen osztályzatot lehetett adni rá, jelest. Úgyhogy például ott volt egy ilyen kísérletem, de szerintem még az iskolába bejövő kicsik, tehát nulladikosok, 14-15 évesek, ők is nagyon hamar megérzik azt, hogyha az osztályzás nem egy nyomás, vagy egy ilyen hatalmi eszköz. Mi próbáltuk elérni egy pár éve, volt egy ilyen kísérletünk, hogy legalább nulladikban ne kelljen osztályozni a franciát, de ezt nem kaptunk rá engedélyt. Én azt gondolom, hogy ez a személyes viszonyom múlik, hogy el tudják-e fogadni, hogy időnként szabad hibázni, hogy én azért nem haragszom egyáltalán, meg ilyesmi. Szóval, hogy ezek azért működtethetők. És mennyire nehéz akár pedagógusként, akár szülőként ellensúlyozni azt a központi ilyen szellemiséget, amit most már azért hosszú évek óta tapasztalunk. Most kiírtam egy 2011-es idézetet, hogy a gyereket irányítani kell, igenis meg kell neki mondani, hogy mi a jó és mi a rossz, néha a köré rendelt korlátokkal igenis frusztrálni kell, ez ugye Hoffmann Rózsa 2011. Szóval, hogy hogy van ez, hogy tényleg így magatokra tudjátok csukni az ajtót, és akkor ott azt csináltok, amit akartok, vagy közben azért annyi elvárás, kötelezettség, adminisztratív teher, eltörölt tankönyvválasztás, stb. Jön a központi oldalról, hogy hiába vagytok ti felvilágosult tanárok és szülők, azért ez nagyon erős korlátokat szab nektek abban, hogy mennyire tudtok úgy és olyan készségeket tanítani a gyerekeknek, amiket ti jónak tartotok és fontosnak tartotok. Hát van egy ilyen dupla prés, az tény, mert például vannak ilyen kimeneti szabályok, tehát hogy mit kell tudni az érettségire. És a gyereknek érdekel, hogy az érettségén tudja azt, amit az érettségire kell tudni, mert az érettségén szerzett pontszámai alapján fog esetleg tovább tanulni itt vagy ott vagy amott. És akkor közben van az, hogy az embernek a szakmai önérzete mit diktál. Egyébként szerintem ez nyugodtan lehet nyitott ajtónál is, tehát hogy meg lehet teremteni azt a közeget, ahol nem kell irányítani és frusztrálni feltétlenül azt a szegény gyermeket. Egy csomó helyzetben van szabadságunk. És közben viszont nagyon nyomnak minket ezekkel a hülyeségekkel, amit adminisztrálni kell, le kell írni, stb. Illetve van egy sok-sok emberben szerintem, vagy sok kollégában van egy ilyen furcsa kötelességérzet, hogy ami le van írva, annak meg kell felelni. Nem. Mondhatok egy pár példát ezekre a kötelezettségekre, hogy néz ki ez a gyakorlatban? Egy tanév tetszőleges hetében mondjuk az adminisztratív terhek. Hát, aki ismer engem, kollega, tudja, hogy én nem vagyok az adminisztráció bajnoka. Most meglepődtünk. Na, megfúj. Tartás el. És hát be kell írni ugye a krétát, igen. Hát ugye osztályfőnökként meg aztán főnök, ugye hiányzás, igazolása, ugye, hogy beteg volt, nem volt, hogy most ezért rendben, most ide ment, most akkor elfogadom, nem fogadom, akkor most csalok-e azzal, ha beírom, hogy mit tudom én, iskola érdekű távollét, holott mit tudom én, mit csinál. Tehát mi az iskola érdekeltet, de ezért lehet szabadságot adni magamnak. Szóval
Igen, meg évelején, ugye tanmenet, akkor ugye most ott lebeg felettem, lebegett. Valamilyen furcsa módon azt történt, hogy az iskolából ugye most jön a, az oktatási hivatalban ellenőrizni, szaktanácsot, vagy nem tudom ezeket, és egy tanárt kiválasztottak, hogy ő lesz. Hát valami furcsa módon én lettem, hogy kiválasztott, de ez még a kirúgás előtt volt. Úgyhogy a kirúgás után kaptam egy levelet, hogy akkor mégsem én leszek. Ennyi hozadéka volt, hogy ezt megúsztam. Nem tudom, még nincs új kiválasztva. Ami furcsa volt, hogy jött egy e-mail, és az aláíró Marosi volt, és mondom, mit akar már megint ez a nő? De nem, ez egy másik Marosi volt. Nem tudom, lehet, hogy rokona is, ő az, aki törölt engem ebből, hogy most akkor nem kell. Szóval aztán az, hogy ugye mester vagyok, az azt jelenti, azért ilyen magas a fizetés, hogy ehhez le kell írni egy szép önéletrajzot, mennyi mindent csináltam. Hát volt, nagyon sok mindent csináltam, tehát nem kellett hazudnom. És akkor emlékszem, amikor volt ez a portfóliovédés, ami nagyon furcsa módon volt, mert ugye nekem pedagógiai értékelés szakértő vagyok, és abból lett, és oda küldtek egy tánctanárt minősíteni, aki komolyan azzal kezdte, hogy ő nem érti, hogy kerül ide, mert ő nem érti, hogy én ott miket írtam, hogy esetleg lábjegyzetbe oda tehettem volna, hogy melyik szakkifejezés mit jelent, hát ezt nem gondoltam el, hogy ő tikkert volna, de nem bele volt bajom, hát sajnáltam, hogy most minden stemmel fogok itt lábjegyzeteket gyártani. És ez is most már ott lebeg, hogy na, miután kirúgtak már, az igazgató szólt, hogy oda szólt a tankerületvezető, hogy hogy is állok én ezzel, mert ugye megvannak az eddigi dokumentumok, hogy le van papírozva. És én emlékszem, amikor volt ez a védés, akkor azt mondta az igazgató, hogy hát ő nem is érte, hogy most miért kell, még nekem ugye plusz feladatokat kell ezért vállalni, hogy azt mondom, hogy itt van egy életpálya, hogy miért nem elég ez ahhoz, hogy azt mondják, hogy jó, te már elértél valamit, kapsz egy kicsivel több fizetést. Nem annyival, mint ha busztöpőr lennék, de egy kicsivel több ügyet. Szóval iszonyat. És akkor még ott tartunk, hogy ugye 21. század, írjuk kézzel a bizonyítványokat. Én szerencsére nem kéttanyelvű osztály vagyok, voltam osztályfőnök, mert a kéttanyelvűben magyarul is meg kell írni, meg francia is kézzel. Aztán van még az anyakönyv nevű csodálatos dolog, amiben szintén kézzel beírogatjuk az osztályzatokat, az óraszámokat, záradékokat, ez a kedvencem a záradék, valaki írnek egy gyárt, és akkor nekem azokat be kell írni. De még leírni is sok, és akkor és komolyan osztályfőnöki órához tanmenetet. Hát, honnan tudja, hogy milyen problémák jönnek elő, és akkor gyártsa, hogy tudjam előre, hogy majd májusban miről beszélünk majd az osztálya már, honnan tudnám, mert mi vagyok én. És akkor ezek mind és a tréta, és akkor ellenőrzés, és akkor, ja, hogyha lett volna az, akkor még ki kell volna töltenem egy, úgy hívja, önértékelést, meg a tantestület értékel, meg most kellett az igazgatót értékelni, az iskolát is minősítik. Szóval ez azért annyira nem hiányzik. De nem tudom, hogy tehát annyi minden van, ami tök fölösleges és értelmetlen papírgyártás, meg digitális gyártás. Szóval ez borzasztó, ez engem nagyon-nagyon tudta szítani. De hát jó, ha tényleg azt, hogy bemegyek a terembe, jó, azért a költségben nem az volt, hogy ott állt az igazgató, hogy na, mit tanítottál, azt tanítottad, ami le van írva a NAD-ba. Hát nyilván az érettségkövetelményeket nézzük, de azt gondolom, hogy a kémiát szerintem lehet úgy is tanítani, hogy a gyerek ne a kovalens kötést gondolja legfontosabbnak. Megint őszinte leszek. A tanmenettel kapcsolatban a zeneoktatás most lehet a tanmenetet követni. Mert én nekem megvan az összes tanmenetem, le kell adni természetesen, de 35 év alatt egy évben sem tudtam követni a tanmenetet. Az első hónap után elúsztunk a tananyaggal, és én azot is azt csinálom, szépen beírom minden órára, ami benne van a tanmenetben, valaki jön ellenőrizni, akkor az ellenőrizni, és akkor azt csinálom.
lehetetlen. Az osztályfőnöki tanárt ugyanezzel ebben vagyok én is, hogy hát ezzel mindig jönnek problémák, mindig jönnek olyan témák, amikről kell beszélni. Nem tudom azt előre megmondani, és ilyen borzasztó mondatcsinál témák vannak, hogy a mit tudom én, az esélyegyelőség, nem tudom, micsilevek, hazafias, rettenetes témák vannak. Úgyhogy én azt is megírtam, ma nem tudom hány éve ugyanazban is egyszer lehetetlenség követni. Most nekem most volt az önértékelésem, ami annyiból állt, hogy bejött az igazgatónő meg a helyettes két órára is, és aztán ők értékeltek engem. És mondtam, hogy hát akkor ez mit önértékelés, és mondták, hogy majd még kapok egy papírt, hogy majd töltsem ki. Azóta nem kaptam meg ezt a papírt, úgyhogy még nem értékeltem magam külön. És valóban tényleg ezek a rettenetes dolgok, én mindig baromi pipa vagyok a bizonyítványi írásokról, tényleg mindent kézzel, a digitáció világában minden már a számítógépen van, és nekünk mindent meg kell csinálni, és mindent le kell írni kézzel, és persze akkor az ember tellerakja a hibákkal, akkor javítani, akkor lepecsételni, akkor két tanút oda hívni. Ha valami elképesztő, hogy micsoda, milyen dolgokat kell csinálni, az áradékokat meg egyszerűen úgy, ahogy van, nem értem, hogy kirakom magam elé, és akkor írom szavanként, hogy egyszerűen nem lehet érteni az esemény meg ezeket az áradékokat. Hát tényleg tele van minden ilyen dolog, ami ha az ember komolyan veszi, akkor teljesen le tudja mondani. Én nem veszem komolyan, és én kizártam ezeket az egész dolgokat. Az is igaz, hogy 35 év alatt még nem volt nekem szakfelügyelő, nem jött meg igazgatói. Most jött ez a két igazgatónő, akik más témájukban tanítanak, fogalmuk sincs arról, hogy mit csinálnak, és akkor jönnek ők is, és jaj, milyen élvezet, egy semmiféle szakmai dolgot nem tudnak csinálni. És még egy utolsó, hogy a kolléganő énektanárhoz jöttek, amikor ő megcsinálta ezt a portfóliót, és egy olyan valakit küldtek ki, aki szintén nem értett a zenéhez, és egyetlen egy dolgot tudott csinálni, és ezt be is valotta, hogy megnézte, hogy 2 perc beéneklés, 3 perc népdal, 5 perc ez, és hogy ezek stimmelnek-e. És ezek stimmeltek, mert megkapta a minősítést. Én néha megnézem a nemzére az adtam tervet, úgy szoktam olvasni. Érdekes dolgokat csinálsz. Ilyen szógyakorossági dolog, hogy mi az, mondjuk a pszichológia az hányszor szerepel benne, hogy a érzékenység hányszor szerepel benne, az éneket néha csinál. És akkor azt látom, hogy csomó ilyen fontos dolog, ami ilyen kortárs, meg progresszív, az így benne van egyébként. Az nincs benne, hogy hogyan és mikor kell ezekkel foglalkozni, és hogyha nem az alaptanteret valaki csak egy tanár vagy igazgató szó szerint venné, akkor szerintem, a gyerekeknek nem tudom, 8 év helyett 70 évig kéne most eljárni, annyira sokan benne. De hogy a kérdésre válaszolok, szóval nekem szülőként, ne hangozzon nagyon rosszul, hogy engem nem annyira érdekel, szóval én bízni akarok az iskolában, én azt akarom, hogy beadom a gyerekeim az iskolába, ott ők jól érzik magukat, és megtanulják azt, hogy meg kell tanulniuk, meg tudom gondolkodni, meg ilyen lehetett tanterv, hogy mint mondtam azért, hogy érzékenyek lesznek, figyelmesek, meg empatikusak, nem tudom, szóval ilyesmik, azok, amik nekem fontosak, de én nem akarok azzal foglalkozni, hogy hogyan tanulják meg a matekot, vagy a kémiát, hanem azt szeretném, hogy jól érzik magukat, és élvezzék a tanulást, és azt, hogy nekem bizalmatlannak kell lennem. És akkor meg kell néznem a könyvben, egyébként a mozaikos könyvben is meg kell néznem, a drogokról hogyan beszél a hatodikos könyv, vagy a hajtónakról hogyan beszélnek a könyvek, vagy azon a szószeletben, hogy szerelem, amit egy férfi és egy nő érez egymás iránt, és akkor kérdezi egy gyerek 8. akkor a melegek nem is szerelmet élnek át. Szóval, hogy azt, hogy nekem gyanakodnom kell, ez borzasztó, én nem akarok gyanakodni, nem szélre szemben akarok pisilni, hanem Hát, megülem a szél, és akkor menjen messze. És akkor... Na jó, most ezt a képet elengedem. Hogy én ezt szeretném, és hogy nekem ezekkel el kelljen foglalkozom, és azt látom az elmúlt időben, és most nem pártpolitikát akarom vinni, hogy egyre több helyre megy be a politika az életembe, és azt én ott nem akarom, hogy ott legyen. Semmi keresnem, hogy nincsen ott, az én életemben sincs ott, és a gyerekeim életében sincsen ott, és az ott van az életükben. Mert bombákat látnak, meg ilyen kinagyított, eltorzított sorosgyöröket látnak, meg nem tudom, kiket látnak, és nem kell látniuk. Nem azért, mert csúnya emberek lennek, vagy meléteznek, hanem mert nem tartozik, nem. Túl közel jött a politika. És még egy dolgot szeretnék elmondani,
két dolgot szeretnénk elmondani. Az egyik, hogy gyerekkoromban éltünk Ausztriában 2 évet, és akkor itt egy énekzene tagzatos osztályba jártam. És akkor 5-ben, az ott első gimnázium, hogy milyen 4+8-as rendszer van csak, ott akkor a tanár berakta a kis CD-lejátszójába, 92-re járunk, a Smetánától a Moldvát, és üvöltött a teremben, és akkor a tanár közben elmondta, hogy mi a sztori ennek az egésznek. És akkor az ez volt 30 éve, és még mindig emlékszem a sztorira. Nem tudom, ez benne van a nemzeti laptanterv, de Ausztriában nem is érdekel, de hogy ott valami megfogott, és ott azóta is nagyon szeretem, és így hallgatok zenét. Szóval, hogy igazából nem az a kérdés szerintem, hogy a zene a tanárnak a legfontosabb, vagy a kémia a tanárnak a legfontosabb, most bocsánat, hogy ez, hanem hogy a gyereket megnyerjék ezzel az egésszel. És az maradt ki a leginkább szerintem a tantervő, hogy mi a gyerek portfóliója. Neki hogy áll össze az, hogy neki a töri a fontos, neki a mozgása fontos, hogy a művészetek a fontosak, és erre hol ad lehetőséget az a tantervő? A közoktatás nem nagyon, azt hiszem. Hát igen, vagy hogy a Smetana az nem azért fontos, mert hogy ő egy híres zeneszerző, hanem azért, mert amikor, nem tudom, örömünk van, bánatunk van, akkor be lehet kapcsolni, és akkor az megmutatja az ember, vagy jó érzéssel tölti el az embert, és nem csak arról van szó, hogy betéve kell tudni mindenkit a zeneirodalomból, az irodalomból, a történelemből, hanem hogy ezek a dolgok segítenek nekünk az életben közlekedni. És bocsánat, még megszerzett még egy dolgot, mert régóta érlelgetek magam, hogy mondjam, mert nem az én szakterületem, de hogy azt tartom egy nagyon nagy problémám szülőként, meg itt elő is került ez valamilyen módon, hogy van ugye két dolog mentén mérik legtöbbször a gyerekek teljesítményét, két ilyen nemzetközi izé van, az a PISA, meg ez a TIMSS, ugye úgy hívják, TIMSS. Igen, Sándor utóbbira hivatkozik. És akkor az van, hogy a PISA az azt méri, hogy az a kompetenciát méri, az életben való boldogulást, hogyan tudják majd a tudásokat alkalmazni. Ez a PISA. Ez a PISA, igen. És a TIMSS pedig azt nézi, hogy a tantárgyat hogyan sajátítják el a gyerekek. Abban jók a magyarok, a PISA-ban nem annyira jók a magyarok. Tehát azt, hogy... Most már? Na, akkor... amikor mi akkor jók voltak, akkor ez egy óriási probléma. Akkor az van, hogy ketté válik a dolog, hogy a gyerekeket az iskolára készítem, vagy az életre. És az iskolára készítjük, az nem probléma, mert úgy tűnik, hogy ez nincs összhangban azzal, ami az életben szükséges lesz. A rugalmasság, a kreativitás, az érzékenység, a több szempontú gondolkodásmód, ezek mind nem erősíti a NAT. Még van egy kérdésem hozzá, de most jelezném a közönségnek, hogy ezután átadnám önöknek, nektek a szót, úgyhogy ha valakinek van kérdése, akkor most szedje össze, és utána átadjuk a mikrofont, hogy is tudjatok kérdezni. De azt akartam még tőled kérdezni, hogy igen, szóval nem csak a pedagógusok leterheltek, hanem a gyerekek is iszonyatosan. És görgettem a blogodat, és láttam egy ilyen nagyon szép ilyen infografikát arról, hogy hogyan telik el egy napja egy szülőnek, meg egy gyereknek, és hogy mennyi szabad idő van benne, mennyi olyan idő van, amit nem kötelezettségekkel. Jó sokat görgettél. Töltöttek el. Ez külön kiemeltet, hogy milyen sokat szenvedtél ezzel az infografikával, úgyhogy legyen kedves mindenki megnézni alaposan. Szóval, hogy te ezt hogy látod, hogy érzékenyebbé váltunk arra, hogy a gyerek ne csak az iskolában legyen, magoljon, tanuljon, külön órára menjen, stb. Vagy egyszerűen tényleg olyan mértékben megnövekedtek a terhek, plusz van egy külső világ, ami ugye iszonyatosan sok inger jön, iszonyatosan nagy fordulatszámon pörög, tehát úgy amúgy is kicsit nehezebb ebben az életben úgy boldogan, normálisan elközlekedni talán, mint korábban. De ezt hogyan látod, akár mint apa, akár mint pszichológus? Nagyon... Csak hogy specifikáljam a kérdésemet. Köszi. Bocsánat, ha kritikus voltam. Szóval igen, sejtitek vagy sejt a válasz, hogy nagyon leterhelteknek tartom a gyerekeket. Most egyébként ez tökre látszódik, hogy ez az őszűszünetre már úgy nagyon vár a szervezetük, de nem lesz nekik őszűszünetük, és ez tényleg nagyon keményen kiad a gyerekekre, rontja az immunrendszerüket, a tűrőképességüket, a késleltetési képességüket. Minden szempont. Igen. Szóval túlterheltek tantár szinten, vagy tantár szinten, és akkor közben meg azért az is van, hogy az iskola, és nyilván vannak kivételek, de hogy nagy átlagban az van, hogy kell korrepetítor mellé nagyon sokszor, azoknak is meg tudják engedni, mert akkor a felvételre kell készülni, és akkor még mozgásra is kell figyelni, mert heti 5 mozgásra mégként én egy jó intézkedésnek tartanám akkor, hogyha lenne tesi tanár, meg lenne tornaterem, meg hely, meg akkor nem a többi
tantár mellé tennék, hanem esetleg valamit, akkor kevesebb lenne. Hát meg ha nem a zsámolyugrás lenne a kérdés. Hát igen, hogy meg nem, igen. Hanem ezek az ilyen katonai műveletek lennének ez alatt, érte? Tehát, hogy egyébként, tehát, hogy látszik, hogy nem elég az a mozgás, mert nem minőségi mozgásról van szó, hanem ez megint csak valami, amit úgy kitaláltak, amelyek, hogy megvalósíthatósági tanulmányt csináltak volna, vagy megnézték volna, ez a különböző iskolában működik-e. Szóval nagyon-nagyon fáradtak a gyerekek, nagyon-nagyon nagy teher van rajtuk szerintem, és akkor erre még rájön, hogy te is mondasz, hogy iszonyú sok információs veszélyüket körül, ami sokkal, tehát az is nagyon sok teher, hogy ezek között differenciálni, és hogy már tényleg tudja a szülő, hogy akkor mi a teendő, hogy mégiscsak 24 órában áll egy nap, szóval, hogy hol tudunk akkor, nem tudom, mondjuk játszani, vagy pihenni, vagy szóval, hogy egyszerűen nem marad már semmire sem idő, hiszen nagyon-nagyon rossz, mert megszünteti a szülő-gyerek kapcsolatot, és az már kiderült mondjuk a karanténok alatt, legalábbis rólam, hogy én mondjuk rettenetes pedagógus vagyok, tehát hogy én nem szeretnék a gyerekeimmel tanulni, mert az elmondja az egyébként sokszor jó kapcsolatban. Szóval erre megvannak a megfelelő emberek, ők azért, ők ezt tanulják, én meg ezt nem tanultam. De szerintem, bocsánat, csak egy fél mondat, hogy én meg azt hiszem elég jó pedagógus vagyok, és egyáltalán nem voltam hajlandó a gyerekeimmel tanulni meg, mert nekik nem vagyok a tanárunk. Tehát, hogy szerintem nem jó összekeverni, és nem jó ja, persze, csak hogy én még rossz tanár is vagyok, tehát, hogy... Talán egy súlyos csapás lenni a gyereknek, de hogy egyszerűen szerintem igen, tehát nem egészséges. Nem is vagyok a gyerekeim szilúsa. Na, akkor most jött el az a pillanat, hogy kinek van kérdés az egyetemi kérdés. És igen. Jó estét kívánok, Acél Csilla vagyok, én középiskolai tanár vagyok, és én lelkesítő üzenetet szeretnék vinni a kollégáimnak, ha tudnak ilyet ajánlani. Ugyanis nálunk is eléggé szerveződik az ellenállás, és remek és lelkesítő szülőtábor is van körülöttünk, és bejelentettük most ezt az újabb országos sztrájkot, de igazából csökken az erő és a kedv, mert mindenki azt érzi, hogy jó, most akkor megint, de most megint már olyan nehéz a gyerekekkel szemben ezt vállalni, meg igazából nem történik semmi, meg igazából csak a saját pénztárcánkat nyírbáljuk, és hogy akkor meddig, meg miért, meg ha mindenki nem, akkor inkább már én sem, stb. Tehát, hogy mit tudnak mondani azért, hogy kitartásra tudjuk biztatni és buzdítani, és egyáltalán hova futhat ki ez az egész? Tehát, hogy a parttalanság ellen mit tudnak segíteni tanácsban? Jó, sok kérdés volt. Egyrészt azt gondolom, hogy az, hogy ezt nem tehetjük meg a gyerekekkel. Erre azt szeretném mondani, hogy szerintem tök jót teszünk nekik. Megtanulnak valami olyan fontosat, ami sokkal fontosabb, bocsi, mint a kovalenskét is. Még annál is, és a francia igeidőket is itt sorban felsorolhatnám, és annál is fontosabb. Tehát az, hogy látják, hogy emberek kiállnak magukért, egymásért, értékekért, értük, és ezt kihúzzák a gerincüket, és csinálják, szerintem az egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy nagyon-nagyon fontos tudás, meglehetősen radikális pedagógiai módszerrel átadva. Ez nagyon fontos. A másik az, hogy én ugyan nem a sztrájkra szoktam biztatni senkit, hanem a polgári engedetlenségre, amíg a sztrájk olyan, mint amilyen, de nyilván ezt mindenkinek magának kell, vagy a maga közösségének belátni, hogy mi van, hogy mire mehet. A sztrájk egyébként ilyen szempontból nem is rejt magában veszélyt, hiszen az egy védett eszköz. De én most azt látom, hogy szerintem a polgári engedetlenség sem rejt olyan veszélyt már. Egyrészt azért, mert megjelent egy szolidáris tömeg, ami megtámasztja azokat, akik ebbe beleállnak. Nyilván minél többen állnak benne, annál jobb. Én szerintem ez egy rossz húzás volt a mi elbocsátásunk a kormány részéről, vagy egy tévedés, ha tetszik. És úgy tűnik, hogy egyelőre leálltak
a további elbocsátásokkal. Ettől még be kell, hogy valljam, hogy én egyáltalán nem tudtam elképzelni, hogy minket ki fognak rúgni, annyira abszurdnak tűnt. De azért én szerintem most megteremtődött egy olyan sokaság, ami megvédi ezeket azokat az embereket, akik abszolút kiállnak mindenért, hogy milyen eredményt lehet elérni, és milyen távon, azt én nem fogom tudni megmondani. Én azt tartom a legvalószínűbbnek, hogyha valahonnan tudnak valami kis pénzt szerezni a kiürült államkasszába, akkor el fogják kezdeni emelni a béreket. Pont azért, hogy egy kicsit csöndbe maradjon mindenki. Nem látok arra esélyt egyelőre, hogy érdemi tárgyalásokba fogjon ez a kormány, és a nagy átalakulás, vagy az átalakítás pedig annyira olyan iskolaideál felé menne, ami összeegyeztethetetlen a jelenlegi hatalomnak a világképével és azzal a világgal, amit maga köré formált, tehát egy ilyen végtelenül koncentrált és autoriter és centralizált rendszer, hogy egy autonómiára, szabadságra, helyi kezdeményezésekre épülő iskola rendszer valahogy így kizuhanna ebből a Magyarországból. Tehát ezzel kapcsolatban én szkeptikusabb vagyok, de hát meglátjuk. Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy a két alapkövetelését muszáj kiállni, és a többit pedig el kell kezdeni megvalósítani szépen az embernek magának ott a tanítványaiban. Várad, én vagyok, itt lakom a lakóteletben. Én nem vagyok pedagógus, én szülő vagyok. De vegyük úgy, hogy 18 éves vagyok, és érettségizni fogok. És megyek az egyetemre, mondjuk biokémikus akarok lenni. Hogy fogok én érettségizni, hogyha nincs tanár? Hogy fogok én felvételizni, ha most már 3 hete nem tanulom azt a tantárgyat, amiből óraszámra van kiszámolva, hogyha vége lesz, akkor pont marad annyi szorgalmi idő, hogy a felvételire megírjam a dolgozatomat. Egyszerűen elsikkad az a tény, hogy egy tanfelügyelő elküldi azt a tanárt, aki idáig lépcsőzetesen felépítette a tudását, és nekem átadta azért, hogy én valaki lehessek. Most akkor nem is értem, hogy lehet egy 5. vagy 4. érettségiző alól kihúzni a tanárt. Én szokottam, amikor úgy tanárt kaptam, rágorultam a padra, és azt mondtam matek tanárnak, hogy nem a hallásommal van baj, hanem nem értem, amit mond. Mert az előző tanár másképp magyarázta, azt megértettem, csillagos 5-ös kaptam. Egy új tanár, ő neki teljesen logikus, amit elmondott, 5-ször. De nem akkor még nem a hallásom arra. Ez az egyik kérdésem, a másik, tehát hogy mi lesz azokkal a diákokkal, akiknek most nincs szaktanárunk. A másik pedig, hogy azoknak a tanároknak, akiket kirúgta, azoknak van-e vissza? Tehát, hogy vissza tudják-e jogtalanul, munkaügyi szempontból felmondtak, van munkaügyi bíróság, vissza lehet-e vinni az iskolába, az osztályba azokat a tanárokat, akik mondjuk ezt vállalják. Az első kérdésre, hát igen, ebben erősen érintett vagyok. Az igazság, hogy igen, most az elmúlt hetekben elmaradtak az órák, de hát valamilyen megoldás van. Tehát ugye az fog történni, hogy lesz majd minden órára tanár, szaktanár, csak hát ugye nem mindegy, hogy mondjuk egy 9. matek órán 32 gyerek van ott, vagy 16 gyerek. Ez óriási a minőség szempontjából, hogy nagyon nem mindegy. Tehát meg lesz a matek óra, be lesz írva a kvételbe, hiszen tényleg megvan a matek óra és szakos tanár. Igen, nehéz lesz neki, de valamilyen szinten meg tudja oldani, és akkor még a vége nehogy az legyen, hogy azt mondja a tankönyv, hogy lám, nem is volt szükség arra az 5 tanárra, milyen jól spóroltunk rajtuk. Szóval mindent lehet, csak hát azért a minőség, és most nem azért mondom, hogy én vagyok olyan nagyon nagy minőségű tanár, hanem hogy a gyereknek nem mindegy, hogy 16-an ülnek ott, vagy 32-en. Úgyhogy megmondom én, hogy mi a válasz, ha nincs
faktus tanár, majd elmegy magántanárhoz is, fizet egy csomó pénzt, sajnos ez van. Egy aki megengedheti magát. Hát igen, aki megengedheti magát. Mi volt a második kérdés, bocsánat? Hogy az elbocsátott tanár. A jogi része. Ja, a jogi rész. Hát az ugye, én az igazság, hogy én annyira nem értek a joghoz, komolyan még ma, most sikerült felfognom azt, hogy ki a felperes, meg ki az alperes, hogy ennyire nem értek hozzá. És hát ugye a Helsinki Bizottság foglalkozik az ügyünkkel, ők felajánlották ingyen a segítséget, úgyhogy náluk van az ügy. Hát nyilván nem biztatnak azzal, hogy itt majd két hónap múlva már vissza is helyeznek minket, hanem hát ők maguk mondták, hogy hát a másodfokú ítélet, mert nyilván lesz másodfok, az 2024 tavasza, aztán gondolom majd lesz kúria, aztán alkotmánybíróság, aztán Strasbourg, és 10 év múlva lehet, hogy igazunk lesz. Szóval, tehát ebben még nem bízom, még az osztályom, volt osztályom, meg kollégák is, hogy na, még elérjük, hogy visszavesznek titeket. Én nem, sajnos azt mondom, hogy itt ez, hogy most a jövő héten visszavesznek minket, én ezt nem tudom elképzelni. Tehát az, hogy ez a kormány nem úgy tűn, mintha hogy meghátrálna élektől. Mondjuk már az is meghátrálás, hogy nem rúgnak ki újabb embereket. Reméljük, hogy nem csak a hónap végét várják, mint velünk. Könnyebb az elszámolás. Szóval... valaki azt írta egy Facebook posztban, hogy itt nagyon sok emberrel ki lett szúrva, legkevésbé Paja Tomással lett kiszúrva. Tehát nekem aznap délután már volt munkám. Én meg tudok élni, nem lesz problémám. Nyilván persze azért az persze fáj nekem is, hogy nem ott vagyok, ahol szeretnék, de a kollégáknak, a gyerekeknek sokkal rosszabb. És nem azért, mert én akkor már szuper nagy tanár vagyok. És ami megdöbbentő számomra, komolyan, tehát olyan gyerekek, akik azt gondoltam, hogy nagyon távolságtartóak. Nyilván nem minden gyerek olyan, hogy lehet vele jól kommunikálni, és mindig mondja, hogy mi baja. Van, aki távolságot tart, de mondta is nekem, már tisztáztuk, hogy ő mindenkivel ilyen, tehát nem velem a problémája, tehát ő alapból egy ilyen típusú gyerek. És amikor mondtam, hogy kirúgtak, akkor láttam, hogy ott zokogott. Tehát nem hazudott. Úgyhogy ezt így pozitív, hát értelem, hogy csak volt értelem az elmúlt 4-5 évnek, de hát nem tudom, hogy valaha vissza fogok térni a költségbe. Én azt szeretném hozzátenni egyetértve Tamással, hogy valóban a tanítványaink az igazi áldozatai ennek az egésznek. Olyan kamaszokról van szó, akik évek óta egy ilyen rettenetesen bizonytalan világban élnek, és nagyon rossz állapotban vannak, vagy legalábbis nagyon sokan vannak rossz állapotban. Átélték a Covidot, szoronganak a klímaváltozástól, a szomszédban a háború van, problémák vannak nyilván sok helyen a családban, és akkor kéne, hogy legyen nekik egy olyan hely, és megpróbáltunk egy olyan helyet biztosítani az iskola, ahol nagyon sok időt töltenek el, hogy ott legalább biztonságban érezzék magukat, és kihúzták alulunk ezt a biztonságot. És egy kolléganőm mesélte, hogy csinált egy ilyen kis feldolgozó beszélgetést az osztályában, hogy élik meg ezt a diákok. És volt, aki azt írta, hogy ő most attól fél, hogy ő nem tudja, hogy kihez merjen kötődni. Mert ezt élte meg. És én is valóban, tehát ezt a fajta talajvesztést éreztem akkor, amikor olyan gyerekek jöttek hozzám sírva engem megölelni, akiket soha, de soha nem tanítottam. De egyszerűen ahhoz a biztonságos környezethez és térhez én is hozzátartoztam. Tehát azt gondolom, hogy ez a bűne annak, aki meghozta ezt a döntést, és hát nyilvánvalóan nem Marosi Beatrix volt. Köszönöm szépen, Schuster András, szintén Gazdagrét, te honnan
máshonnan ez a világ közepe. Egyrészt nagyon szimpatizálunk veletek, egyrészt ugye mint szülő, nekem három lányom van, bocsánat, volt, mert felnőttek, tehát már nem gyerekek, kirepültek. Másrészt a főállásom mellett felnőtt oktatásban tanítok, tehát átélem a helyzeteteket, csak nem lehet kirúgni, mert magániskoló. Tehát ez az én nagy szerencsém. Az a kérdésem, hogy sokan két kérdésem, hogy hogy lehet összhangba hozni azt, amit te említettél, hogy a gyerek saját portfólióját építse fel, közben pedig nagy multiknál dolgoztam sokáig, és azt kell mondjam, azt látom, hogy nagyon sokat felvételiztettem, jöttek oda dolgozni fiatalok, hogy egészen döbbenetes készséghiány van, hogy egészen döbbenetes gyakorlatias hiány van, hogy egyszerűen nem tudok mit kezdeni a friss jelentkezővel, mert azt mondom, hogy szinte tényleg csak azt mondhatnám, hogy hozz egy szendvicset a boltból. Tehát hogy nulla hozzá, tehát nulla előképzettség arra, hogy mi folyik a gyakorlatban. És ugye a saját lányaimat mondhatom itt megint például, ugye a legidősebb 30 éves, most már London, vagy pontosabban Manchester környékén él. És még mindig jön a telefon, hogy apa, hogy is kell a bankolást? De jó Isten, tehát hogy itt tartunk. Tehát az iskolai képzésben nem jelenik meg az a lényeges dolog, hogy életre kell a gyerekeket nevelni, mert kijön az iskolából, a következő nap ott áll, hogy bankolni kéne, biztosítást kéne kötni, ezzel dolgok, itt most a népszámlálás, szintén a lányaim hívnak, hogy hova mit kell kiszelni, mit csináljuk. Szóval döbbenetes. Hogy lehet ezt összeegyeztetni, hiszen amit mondtunk, most is túl vannak terítve, akkor mit lehet tenni? És eljön a B kérdés, hogy és hogy látjátok azt, hogy lehet egyáltalán bármit tervezni, amikor itt 4 évente, néha 8 évente, vagy 12 évente, x évente kormányváltás van, jönnek ezek a macska körömbetett szakpolitikusok, és akkor állandóan megváltozik minden. Tehát, hogy magánségű gimnáziumban voltam a diákja, segítem őket, fel is szólaltam értük, ők is eléggé érintettek, ugye 21 tanár kapta meg a most még csak a fenyegetését, és az a tanárikar is azon döbben meg, hogy egyszerűen nem lehet dolgozni, mert állandóan változtatunk minden. Tehát, hogy itt visszautalva rá, hogy mennyire erősen rátelepszik a politika az oktatásra, és hogy minden áron meg akarják mondani, hogy mit kéne tenni, miközben semmi közük hozzá. A tanárokra kéne ezt az egész feladatot bízni, nem? Hogy döntsék el, hogy hogyan kell tanítani. Tehát, hogy lehet így egyáltalán élni? Ezt kérdezném tőletek, és a 30 év tapasztalatából azt mondhatom, hogy higgyétek el, a gyerekeim már rég nem iskolába járnak, de én 20 éve is vittem a krétát meg a papírt, én 25 éve is vittem, tehát ez sose volt másképp. És ahogy te mondtad, amikor kezdted is rosszul kerestél, meg most is rosszul keresel, akkor kérdezném, mit csinálnak a politikusok? Már bocsánat. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy van csomó ország a világon, ahol jó oktatási rendszer működik, amelyikből olyan gyerekek kerülnek ki, akik aztán el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, akár belföldön, akár külföldön. Szóval ezeket lehet követni. Szerintem csomó szempontból meg kell feltalálni valami új dolgot, mert meg kell nézni a finn oktatás, amit működik jól. Vagy mondjuk ott van az ész példa, ami nagyon idő alatt nagyon komoly változásokat tudott elérni, nem csak az oktatás szintjén, hanem és ők azok, hanem egyébként is, és őket már mehet azzal váltani, mint mondjuk a finneket, hogy ők már rég egy demokrácián élnek, mert hasonlóan múltjuk, csak mondjuk ők még a Szovjetunió része is voltak, nem mondjuk Magyarország. Ez egyik, amit gondolok, a másik, amit gondolok, azt most lehet, hogy elfelejtettem. Addig mondom, hát eszembe jut, hogy a lengyelek is végeztek egy olyan oktatási reformot, ami még közelebb vannak hozzánk, ami azért azt bizonyítja, hogy oké, hogy kevesebb pénzünk van, oké, hogy kisebb a költségvetés, több problémával szembesülünk, de azért ennél még a régiós versenytársaink is sokkal jobban teljesítenek az összes létező mutatóban. Szóval, hogy van egy, tehát hogy szerintem csomó szempont, hogy megfelelkeztünk már olyan dolgok, ilyen demokratikus alapértékektől, vagy az értékekről, hogy az állam és a párt az nem két. Szóval nincs egyenlőség a kettő között. Szóval vannak az államnak tulajdonai, és van a párt, ami egyszerűen nem ugyanaz is, hogy most nem felvágok egyáltalán, csak Erasmus ösztöndíjra voltam Svájcban, és akkor az egyik első az egyetem, nem ugye nyelv, tehát felkészítettek minket a svájci németre is, mert az ugye valami egész más, mint a rendes német, és akkor volt egy nyelvi kurzus, akkor délutánként ilyen svájci programok voltak, és elvittek minket a vízünkbe, hogy a víz az milyen értékes kincse az országnak, és arra hogyan vigyáznak, és szennyvízszintes. Ott elmondták, hogy ez mindig is az állami volt, és mindig is az állami lesz, hogy ne legyen, ne függjön az ivóvízellátás, meg a szennyvíztisztítás
meg a környezetvédelem a pártoktól. És ezt csak én nem igazán értettem, hogy ez mégis mit jelent. Hát azt jelenti, hogy az állam és a párt az nem ugyanaz. Szóval lehetnének olyan dolgok, amik, állam, amik pártoktól függetlenek. Lehetne az oktatás, az egészségügy pártoktól függetlenül állami feladatok, vagy részben állami feladatok, mert belehet engedni a biztosítókat szerintem, ez már még kevésbé értek, mint az oktatáshoz. Szóval azért vannak jó minták, amiket szerintem lehetne követni, csak ezeket nem követjük, és nagyon opportunista a rendszerünk. Talán mindegyik rendszerünk nagyon opportunista volt, és nem várjuk meg azt, meg türelmetlen. Szabad, vagy választásoktól választásokig élünk, és nem rendszer szinten átívelően generációban gondolkodunk. Szerintem ezek a problémák. Szóval, de hogy tényleg azon lehet változtatni, hogyha megnézzük, hogy milyen modellek működnek már jól, de ez nagyon üres válasz volt, ezt értem, csak ezt kéne csinálni. Csak egy hozzászólás, hogy talán ez is van a követelések között, hogy az oktatásnak legyen közös önálló minisztériuma. Ez egy borzasztó dolog, hogy összecsapnak minket, tehát gyakorlatilag senki nem gondoskodik az oktatásról. Az, hogy most éppen ki a mi minisztérünk, az is már önmagában nagyon sokat mondó dolog. A finn módszerről volt, a finn iskolákról volt szó, az volt a szerencsénk, hogy nekünk volt kapcsolatunk a finn iskolákkal, legalább háromszor vagy négyszer voltunk kint a gyerekekkel, és ott finn iskola, cserekapcsolatban voltunk. Egészen elképesztő, hogy milyen egy finn iskola, hogy hogyan viselkednek ott a gyerekek, és hogy hogyan tanulnak. Ezt nem úgy éreztük, hogy mintha nem is iskolában lennénk. Tehát tényleg egy olyan, most ezt nem kezdem részletezni, mert nagyon sokat lehetne róla beszélni, de tényleg vannak olyan minták, amiket egyszerűen csak át kéne venni. Tehát egyszerűen nem ez a NAT és az egész oktatási rendszerünk, ez úgy, hogy van rossz. Tehát egyáltalán maga az osztályteremnek a berendezés, hogy ott jönnek a gyerekek, szemben vele a tanár, akkor ő az úr, ti meg kövessetek engem. Tehát ez egy ilyen teljesen nem az, hogy közösen dolgozni, projekteket csinálni, velük kitalálni a dolgokat, és egyszerűen amit élvezni, ne vegyék azt észre, hogy tanulnak. Nem szóval észrevel a gyerekek, hogy ő most dolgozik vagy tanul, hanem hogy élvezze azt, hogy most megtanulja a kovalens kötést. Egy utolsó körkérdés. Húha, 4, 2, 5, úristen. Csináljuk azt, hogy összegyűjtjük a kérdéseket, és akkor úgy gyorsabb válaszolni rá, mert aztán 8-kor itt zárórát fognak fújni. Úgyhogy legyenek most egyben a kérdések, és akkor úgy válaszoltuk rá. Köszönöm szépen, Kókai Sándor vagyok. Bocsánat, egy pillanat, mindjárt odavisszük a közvetítés, a felvétel miatt fontos. De már is odavisszük a mikrofont, csak a hölgy szeretne egy kérdést feltenni először. Igazából nem kérdést szeretnék feltenni, hanem csak így sok minden eszembe jutott, leginkább a saját személyes reményem. Nekem 2 fiam van, mind a 2 idejár a kerületbe, ide járt általános iskolába, a gimnáziumba is. 5,5 év van közöttük, én végignéztem azt, hogy hogyan megy befelé az oktatás, akár 5,5 év alatt. Ugyanabban az általános iskolába jártak, az nagyobbik még letett egy középfokú nyelvvizsgát, a nagyon élvezte a gimnáziumot, a második már nagyon szenved benne. Tehát, hogy 5 év alatt szemmel látható, mint szülő, hogy hogyan omlik össze az oktatás, ami szerintem rémes. A másik, ami eszembe jutott, hogy mondtam a fiamnak, a kisebbiknek, aki nem szeret a gimnáziumba járni, már ugyanabban elég jó gimnáziumban, József Kutéva gimnázium, hogy menjen el pszichológushoz, és akkor beszélgessenek erről, mert hogy hát, ha én nem tudok vele jól beszélgetni. Fejtem a pszichológusunkat, akivel kb. 10 éve nem beszéltem, és mondta, hogy rossz híre van, mert nincs időpontja, mert olyan frusztráltak a gyerekek, és olyan mennyiségű beteg gyerek van a rendszerben, hogy egyszerűen nem tud időpontot adni. Adott még 2 embert, hogy akkor hívjuk föl, annak se volt időpontja. Ez egy olyan beteg társadalom szerintem, amit én nagyon ritkán nem láttam. És nem az a rossz hírem van, hogy szerintem ezt a kormányt nem érdekli az oktatás egyáltalán. És szerintem az a probléma, hogy ez a kormány 3 millió embernek politizál, és az, hogy mi itt ülünk, abszolút nem érdekli őket. Hogyha a 3 millió embernek nem üti át semmi az inger küszöbét, mert nem üti át semmi szerintem, akkor nem tudunk semmilyen változást elérni. Ez az én személyes véleményem. Szóval szerintem az van, hogy amikor majd elkezd fájni, a 3 millió szavazónak az, ami van, és ezt elkezdik mérni, akkor majd elkezd valami történni, de addig sajnos semmi. Én tudom.
csak annyi, hogy röviden. Tudom, hogy mindenkinek szívügye, csak mindenki sorra tudja kerülni. Én Kókai Sándor vagyok, talán a nevem van, akinek mond valami. Szeretné, mondd, biztos vagyok rá. Igazad van. Köszönöm szépen, Botos Réka vagyok, és egy technikumban dolgozom 20 éve magyar tanárként, kicsit más a helyzet. Azt is elmondom, hát nem kironkodva, hogy 250 ezer forintot keresek, és a Dávid gondolatához szeretnék kötődni, mert ő mondta, hogy a tanárok önértékelése, önbecsülése az, ami nagyon elromlott az utóbbi időszakban, és szerintem ez a legnagyobb veszélye most az oktatás helyzetének, hogy mindig az jut eszembe, mint egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élnénk, hogy folyamatosan elhitetik velünk, hogy még ezt a kevés pénzt is szégyen kimondani, mert még sokak szerint ez is sok azért a munkáért, amit csinálunk, és sorolhatnám a közhelyeket, amit a kommentekben úgyis el lehet majd olvasni. És neked azt mondanám, vagy szerintem az lenne fontos ebben a helyzetben, hogy nem biztos, hogy az eredményeket kell kiállni, hanem azért, hogy ezt az önbecsülést valahogy visszaszerezzük, mert enélkül nem biztos, hogy sikeres lehet majd az oktatásunk. Többször elhangzott a szabadság szó is, és azt gondolom, hogy az is nagyon kétélű dolog, mert nem biztos, hogy azért lehetek szabad a tanterem ajtaja mögött, mert hogy én mennyire, nem tudom, ilyen individuális forradalmár oktató lennék, hanem azért, mert egyáltalán nem érdekel senkit, hogy én mit csinálok ott. Tehát a szakmai érvekkel hiába próbálkozunk, és én is mindig azt hiszem, hogy ha így okosabban elmondom, meg jobban felépítem, akkor majd megérkezik, de nem számít. Köszönöm. Farkai Gergő vagyok egyébként, és rövid és gyors leszek. Jogi, politikai kérdésem lenne, de most van itt a lehetőségem, hogy oktatáshoz kapcsolódóan részint feltegyem, és nem tudsz rá válaszolni. Nekem egy kicsi a gyerek, de itt van mellettünk bölcse, de óvoda, aki nem ismerne a környéket, és rögtön mellett egy általános iskola. Az iskola és az óvoda között 5 méterre oszlop plakát van, ahol most a bomba ki van téve. Azt gondolom, hogy 2022-ben, 80 évvel a világháború után ez a legutolsó, amiben találkozik én egy gyereknek. Van-e bármilyen jogi, inkább jogi lehetőség Magyarország kormánya ellen fellépni, feljelenteni, a Rogán minisztériumot, nem tudom, én ennyi lenne a kérdésem, köszönöm. Nem azt nézik a gyerekek. Megpróbálok nagyon gyors tenni. Luev Sándor vagyok, 22. kerületi általános és középiskolai szülő. Azt szeretném kérdezni, hogy mind szülő, hogy segítsünk? Jó estét kívánok, Üssény Csaba vagyok, és két dolgot szeretnék kérdezni, illetve mondani. 12 évet átaludtam. 12 évvel ezelőtt az oktatási rendszer a kompetencia alapú oktatásról szólt. Szabad tankönyvkiadásról szólt, pedagógus képzésről szólt, és arról szólt, hogy a gyermekeink olyan tudást szerezzenek, ami Európában őket megfelelő helyre kapcsolják. Hova tűnt ez? Most ébredtem 12 év óta. A gyakorló pedagógusoktól, akik most tiltakoznak, kérdezem, hova tűnt? Másik kérdésem, nem vagyok teljesen outsider. Másik kérdésem a politikushoz szól. Kinek van víziója az oktatáson? Lehet szídni a 2000-es éveket, lehet szídni Magyar Bálintot, lehet szídni mindenkit. De víziójuk az volt. Ma az oktatásban kinek van víziója? Nem csak fájdalma, nem csak keserűsége, hanem ki gondolja azt, hogy másként hogyan lehet csinálni, és ezt a politikustól kérdezem. És akkor még csak egy kérdés az elmúlt 12 évről. Hol vannak az EU-s források? Elkezdtük lehívni őket 2009-2010-ben. Egyszerű a választ, hogy ellopták, azért nem így van. Valahova máshova rakták bele, és az a képzés, amit mi vizionáltunk, az teljesen átalakult. Valamerre elvittek 12 éven keresztül fiatalokat.
Hála Istennek, most azt látom, hogy azért jönnek vissza, és akkor a kérdéseket bezárva, a megválaszolásokat köszönöm szépen. És akkor egy utolsó kérdés. Jó nehéz lesz ezekre válaszolni, de látom, hogy jegyzetelsz, igen. Köszönöm, gyors leszek. Nekem ilyen roppant pragmatikus kérdésem lenne kettő. Az egyik az, hogy hát most ugye benne vagyunk egy ilyen helyzet közepében, és kicsit ezzel hova tovább, tehát ha már itt vagyunk bennem, egy kicsit a forradalmár is szólal itt most meg, hogy akkor nem tudom, beszéljük már meg, hogy hogyan tovább. Tehát én is azt gondolom, hogy a kormány inger küszöbét hát nem sok minden üti át, kéne valami olyat csinálni, ami ezt megteszi. Tehát gondolom én polgári engedetlenség egyszerre mindenhol Magyarországon, ezt valahogy felé kéne építeni piramisszerűen, és igazából ebben nem egy ilyen gondolat van, hogy esetleg mondhatnátok erre valami ötletet, hogy hogyan, vagy jelzünk itt el most, itt beszéljük meg valamit, és akkor ez úgy terjedjen, tehát ez az egyik. A másik kérdésem meg igazából, hát hogy hogyan látjátok, hogy aztán ennek milyen realitása van, hogy ebből valami lesz, mert ugye már tudjuk, hogy nem most a legtelítettebbek az állami kasszák, tehát lehet, hogy most jutunk el oda, hogy ugye átüti valami az inger küszöböt, viszont pont, hát persze valahonnan mindig lehet valamit előkaparni, de azért ez most pont elég kérdés is, hogy hol is hogy látjátok a jövő lehetőségét. Köszönöm. Köszönjük a kérdéseket. Csak egy mondatot, én ugye nem vagyok politikus, de hát kiderült, hogy hova mennek. Tehát az oktatásban azonban van pénz. Csak hát nem biztos, hogy a tankerületi vezetők évvégi bónuszára kellene küldeni. Amikor engem kirúgtak, ott három hölgy volt, az egyik azt mondta, hogy hát ő, ha ők nem lennének, akkor nem működne a magyar iskola rendszer. Komolyan mondom, hogy ezt mondta, tehát ő saját fontosságát így átérzi. Én meg visszagondolok arra, hogy amikor nem voltak tankerületek, valahogy azért csak működött az oktatás. Én egy idő után elkezdtem jegyzetelni, de nem biztos, hogy minden kérdést meg tudok válaszolni, aztán majd hát, ha a többiek segítenek. Egyrészt Kókai tanár úrnak köszönöm szépen, hogy itt van, és a szavait. Hogy hogyan segítsen a szülő volt egy ilyen kérdés, és az utolsó kérdés is erre. Egyrészt azt gondolom, hogy legyenek ott az iskoláknál, tehát fizikailag a jelenlétükkel bátorítsák azokat, akik az iskolán belül vagy kívül tiltakoznak, attól függően, hogy sztrájkolnak vagy engedetlenkednek. És ezen kívül is van még egy csomó olyan dolog, amit így a mindennapokban meg lehet tenni. Levelekkel, beadványokkal bombázzák a tankerületeket, a helyi képviselőt, akit elérnek, menjenek be a meghallgatásra, esetleg többen. Tehát ilyen helyi szinten érdemes elkezdeni szerintem a nyomásgyakorlást, és egyébként a szerveződést is, tehát hogy így az utolsó kérdésre gondoltam, hogy helyben az iskolák körül összeálló szülői csoportok beszéljenek, álljanak szóba még inkább a tanárokkal, meg egymással, és aztán biztos lesz egy másik iskolában ismerős, és akkor ez tud olyan eseményeket létrehozni, ami már két-három iskola, hogyha így összefog, és a szülők, akkor az fantasztikus, látványos és nagyon nagy ereje van. Az, hogy kinek van víziója, egyrészt vannak szakmai szervezetek, akiknek van víziójuk arról, hogy mit kéne az oktatásban csinálni. Egészen komoly szakmai anyagok születtek az elmúlt években. A civil közoktatási platform és egyéb szervezetek részéről. És egyébként az előző két választás előtt is próbáltak ezek a szakmai szervezetek, civil szervezetek segítséget nyújtani azoknak a pártoknak, akiknek erre igénye volt. Valahogy a kormánypártoktól nem kaptunk ilyenfajta felkérést. De hogy a politikai pártoknak az oktatáspolitikai víziói
kidolgozásában részt vettek azok a komoly civil szervezetek, akik egyébként már évekkel ezelőtt letettek az asztalra szakmailag nagyon alapos anyagokat. És arra a kérdés, hogy hol vannak az EU-s forrásokat, én inkább visszakérdeznék, és szerintem ez is egy olyan dolog, amit minden alkalommal mindenkinek a felelősöktől meg kell kérdezni, hol van a mi adónk. A mi adónkból kéne ezt a rendszert fenntartani, nem EU-s pénzekből, azért fizetjük az adónkat, hogy legyen oktatás, egészségügy, szociális szféra és kultúra. Ez a dolga az államnak, tök mindegy, hogy ki vezeti, ez az állami feladat. Ez a mi adónk. Arra a kérdés, hogy a szülők még mit tehetnek, vegyük alapul, hogy most már nagyon nagy ereje van az internetnek. És én is teljesen megdöbbentem, amikor egyszer egy ilyen internetes szakember azt mondta, hogy minden egyes megosztással nagyon-nagyon sok felé eljuthatnak. Az információ hiánya az, ami hiányzik. Tehát egyszerűen, hogyha én most már rendszeresen azt csinálom, hogy kinyitom a Facebookot, és az összes ilyen hírt, hogy itt szájkoltak, itt volt engedetlenség, itt volt élőlátszat, mindegyiket abba a pillanatban megosztom. Lájkolom, megosztom, lájkolom, megosztom, és elképesztő sok helyre el fog jutni. Lehet, hogy valaki egy kis falucskába csak az egyik jut el, de el kell jutni mindenhova, és az internet erre nagyon jó. Hogy, én csak egy dolgot mondok, mert itt lesz, már mondtam ezt a... Én nagyon szeretem ezt a szociális szóvi jelenséget, a hallgatás piráját. Már nem annyira szeretem a jelenséget, csak hogy hangoztatni. Szóval, hogy ne higgyük el azt, hogy kisebbségben vagyunk, és hogy merjünk megszólni, ez viszonylag fontos, hogy vagy ha azt mondjuk, hogy kisebbség vagyunk, akkor is lehet, hogy vannak mások is, akik úgy gondolják, hogy mi, és hogy ezek összeérhetnek, és lehet, hogy akkor át lehet jutni, szóval, hogy el lehet jutni nagyobb embertömegekhez is. És hát most, amikor ezt az eseményt, vagy erre az eseménynek írást kaptam, akkor láttam az Orosz Anna nem egyszer, hanem mondjuk olyan 40-szer osztottam meg ezt az eseményt. És hogy úgy tűnik, hogy ennek van jelentősége, mert itt most majdnem tele van, és lehet, hogy csak egyszer osztottam volna meg, mint ahogy én csak egyszer osztottam meg, akkor ez nem történt volna meg. Szóval lehet, hogy attól, hogy egyszer már elmondtuk, hogy szarakozottatás, attól még el lehet mondani még egyszer, és meg lehet tenni akár gondolatokat is. Szóval ne legyünk elég bátrak ahhoz, hogy ismételjük, meg nem baj, hogyha azt hiszük, hogy kisebbség vagyunk, mert nem biztos, hogy abban vagyunk, sőt, nagyon nagy esélye nem vagyunk abban. Hát egész más. Egyébként dolog az információt csak úgy megosztani, és így egy irányban beletenni a kommunikációs csatornába, és így közösen beszélgetni ezekről a problémákról. És én ezért is örülök nagyon annak, hogy ez a mai esemény ebben a formában létre tudott jönni. Két kérdés irányult hozzám, az egyik a propaganda plakátok, hogy ezzel kapcsolatban mit lehet tenni. Ne a gyerekek nézzék. Hogy ne a gyerekek nézzék. Itt ugye ennek vannak mindenféle hatóságai, akikhez lehet fordulni elméletileg. A múltban nem nagyon mozdították a fülüportját sem, amikor mondjuk szóltunk, hogy lehet, hogy a YouTube-on a gyerekeknek nem a Soros, meg Gyurcsány, meg nem tudom milyen politikai lejárató propaganda filmeket kéne nézni a Bogyó és Babóca előtt, meg minden mese előtt. Ezekre nyilvánvalóan azok a hatóságok, amiket a kormány irányít, nem ad érdemi választ. Amit lehet tenni, az részben ezeknek a plakátoknak a kifigurázása, részben pedig az igazságnak a kommunikációja, mondjuk a szankciók kapcsán. Ebben a témában nem akarok most itt belemenni, mert ez nagyon más vizekre vinne el. De hát sajnos ez ennek a rendszernek az egyik legnagyobb, legerősebb eszköze. Úgyhogy ez is az, amit a legnehezebb gyengíteni, vagy amivel szemben a legnehezebb fellépni. A másik kérdés a vízióra vonatkozott. Szerintem azért van víziója az ellenzéki pártoknak arról, hogy milyen iskolát akarnak, hogy olyan iskolát akarunk, ahol nem tudom, a gyerekek nem csak deriválni, integrálni, verset elemezni tanulnak meg, hanem ahol tudnak egymással kommunikálni, egymással együttműködni, ahol megtanulnak hibázni, megtanulnak újrakezdeni, megtanulnak együttműködni egymással, megtanulják kifejezni a véleményüket, kérdéseket föltenni, és akkor nem beszéltünk arról, hogy angolul beszélni, programozni, stb., amiket már így automatikusan mondunk, amikor az oktatás magyar helyzete
előjön. Szóval hiszem, nem annyira a vízió hiánya a probléma, és egyébként nem is az, hogy a szakpolitikusok más mondanának, mert nyilván szakpolitikusok között is vannak kicsit jobbrább, kicsit balrább álló, vagy nézeteket valló emberek, de hogy azért nagyjából hasonló dolgokat mondanak arról, hogy milyen irányba kéne megreformálni a magyar oktatást. Szerintem sokkal inkább az az akadálya annak, hogy ez a vízió eljusson kellő számú emberhez, hogy nincsenek meg a kommunikációs csatornák, sokszor ügyetlenül kommunikálunk, nem kommunikáljuk elég egyszerűen. Tehát, hogy szerintem ezek megvannak, le vannak hívva három bekezdésben is, meg 300 oldalban is, de az, hogy ez eljusson a célközönséghez és meggyőző legyen, meg mondjuk olyan politikusokon keresztül jusson el, akik elég hitelesek is ahhoz, hogy elhiggyék neki, inkább azt hiszem, hogy itt hibázik ez a képlet. És zárásként, mert most már tényleg elmúlt 8 óra, egyrészt nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek és elfogadtátok ezt a meghívást. Önöknek is nagyon köszönöm, hogy eljöttek és meghallgatták ezt a beszélgetést és kérdéseket tettek föl. És én azt nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen horderejű megmozdulás, aminek szemtanúi vagyunk az elmúlt hetekben, hónapokban, az ne maradjon konkrét eredmények nélkül. És bár azt gondolom, hogy az is egy óriási eredmény, hogy ez a nagyon széttöredezett oktatási szféra, ez most így összeállt, és minden szereplő egyetért, és mindenki kín van, és mindenki tüntet, de iszonyú fontos ezt a lángot megőrizni, hogy legyen tényleg valami következménye annak, hogy ennyi ember áll ki és mondja azt, hogy elég volt. Úgyhogy elhangzott egy csomó eszköz arra, hogy mit lehet tenni, pedagógusokat támogatni, tankerületeknek írni, helyi képviselőknek írni, országgyűlési képviselőknek írni, tankerületeknek felkérdezni. Lehet támogatni a sztrájk alapot, hogy a pedagógusok ne legyenek annyira kitéve az anyagi kockázatnak abban az esetben, hogy a fizetés megvonásban részesülnek. Ezek az információk elérhetőek a fontosabb szervezetek honlapján, Facebookján, és én arra buzdítok mindenkit, hogy ahogy csak lehet személyes jelenléttel, tüntetéseken, mindenhogy támogassuk ezt a folyamatot, mert szerintem iszonyú fontos, és nagyon, nagyon fontos, hogy eredménye is legyen ennek. Úgyhogy én ezzel zárnám a mai estét, és jó hétvégét mindenkinek!